Botnéző! Szia! Szia botnézés! És szia streamnézés! A lájkolóknak csók, a diszlájkolók meg kapják be a faszt. Köszönöm. Itt vagyunk. Na, szepik össze 200-at. Hello. Nem tudom, mi történt itt a legutóbb. Beatrix, nagyon szépen köszönöm. A 25 Ront, nagyon aranyos vagy, köszönöm. És mindenkinek nagyon köszi. Ja, múltkor itt hokizott a Joker. Ez Joker bácsi, nekem így tetszik hajottkám, ott miért bajolt a ilyen? Nem az a baj, tudod, hanem az a baj, hogy mondtam neked, hogy a boltig menjél, tudod? És megszegted a parancsot, vágod? De és elköltötted a pénzemet, nincsen, de belerúgott a szemembe, olyan. És akkor a buzinak kell magadat festeni, szia öreg! De nem, de a pólót is olyan szép. Szia bácsi, szia. Szebasz Carlito. Jó, erre vissza fogunk térni, és a barátság díjat a Károlyó még mindig, majd a legközelebb odaadom ott, igen, akkor ide tudod adni a saját pénzemet is, ugye, amit Attila, adtam neked. Attila, a 3 hónapot. Nagyon szépen. Ó, 3000 dollárt adtam, ott nem kaphatom meg? Nem kaphatod meg, tudod? A pénz számolva, asszony verga legyom. Szeretném, ha most már békesség lenne, mert közeled a szeretet ünnepe, hamarosan. Ja, karácsony. Tették akkor Joker bácsi. Már csak 8 hónap. Na, figyelj! Két dolgot szeretnék mondani neked először is. De most először én akarok neked, mert tegnap... Na jó, akkor mondjad, igen. Tegnap... tudjuk, hogy verted a faszodat az ágyon. Én nem vertem. Tényleg, Joker? Lalika, figyelj csak, mi közöd van hozzá? Lajos, te légy szíves, te ne avatkozzál közben, mert ha rólad esne szó, akkor a Biblia szerinted már rég a tisztító tűzbe lenné 15 000 éve, jó? Még a hangját is tudom utánozni, hogy csinált a Joker bácsi, a hangját is tudom utánozni. Kállító, figyelj csak, megemelem a barátság diát, nem fogod basszállat túlva gyorsan, jó? Felnőttek, beszélgettek, tartsd magad hozzá. Egyébként nem volt ilyen öreg. Volt egy természetfilm, amit néztem. A technősök nem életére, tudod? És amikor a páncéljuk összér, és nyárkos a tetejekot csattog, és közben ettek is, képzeld el, és a csámcsogás hallhatta, túl hangos hallgattam a TV-t. Én szerintem az egy másféle csámcsogás volt, az inkább csattogás volt. Tudod? Nem lehet, hogy lemerült a halókészülék. Ne, 1974-ben volt, még annak idején volt, rendezzünk egy paszperő versenyt, tudod? Igen, az én pülem az meg tudja különböztetni szín, a fitma csattogást, a technős paszperő verseny. Így van, paszperő verseny, és természetesen. Mi van, köcsön gyerek, fel is vizé. Ki is tágult a pupillát, Lali. Ja, nem, csak jaj, én nagyon jól csinálja nekem, jó? Amikor ficimet húzigatta. Ez van. Hogy érted, hogy azt én nyertem, és erről különböző díjak és legendák szólnak a mai napig. Meg is nincs van meg a neked díj, az a díj? De megvan, de azért... Meg tudod majd mutatni? Persze, természetesen. Szóval az 1900, nem tudom hányas évet mondtam, mert elfelejtettem. Szóval akkor volt. 73-asat mondtam. Így van. És ezért a hallásom... Hát ott figyelek, barátok vagyunk. Érted? Ha ázsiai, ha fekete, ha bármilyen gypsy pass, bármit megismerek halláson. Szóval Joker, jó. Te... Igen. Tegnap este verted a passzodat. Nem vertem, ez most mindegy, az a lényeg, amit mondani akarok. Most ezzel ne csámcsogjunk annyit, mert felesleges. Jó, az nem felesleges időpocséklás. Szeretnék kiszállátni. Sokkal komolyan fogok elbaszni az időnket, köszépen. Érted? Zsolt, hogy arra beszélgessük, 200... hogy ki veri a faszát a házba, meg ki nem. Hát ezt tudni kell. Egyháztartásban lakunk. Érted? Hát jó, ez igaz. És a higiénia folyamat. Én sose nyúltam magamhoz még, elmondom nektek őszintén. Szítjuk össze, prárval számot. Nekem nincs rá szükségem, mert tók nekem van rám berem, érted? Igen, Carlito, mondja. Nagyon fáj a potikám, még nem tudok akárni, már nálam. Jó, majd, napja. Jó, nem baj, ülj le oda, majd mindjárt kapsz eszpumizant, és abban leszel, oké? Okay? Nézzétek a Carlito polyáját. Majd elmegyünk, csak még dolgozunk, amit végeztünk, beviszünk az orvoshoz, jó? Carlito, okay, figyelj okay. Majd, de a szurott, hogy ez a pólót hol megtette, Carlito? Hát itt a csalkon a boltnál ájulták. Nagyon pacek. Nagyon pacsony. Apuma be. Igen, apuma bebaszik, igen. Ez kínai, hát állítom. Magad ragúzom, mint a szemetes zsák lenne rajta. Apuma bebaszik, igen. Nagyon csinos az a póló. Mi van, Lali? Lefőttél, mint a kávé megint? Csinos. Nagyon csinos ez. Ez olyan póló, amelyiken ugrik a jószág. Mi? Igen, de apuma bebaszik. Lali, mit nem értesz rajta, te hülye gyerek? Volt ilyen kután, puji. De most is szolgálatban vagytok? Bocsánat, mert... Hát öreg, mivel szünetünk volt, vissza kell mennünk, mert már kerestek, és 2 hírem van a számodra. Igen?
hogy szeretnéd a híreket felosztásban? Szeretnéd a jót, aztán a rosszat? Vagy először a rosszat, és aztán pedig vidám akarsz lenni? Nekem csak a jót, mindegy. A rosszat felejtsük el, és ma táppénzt kiveszem. Elmegyek de nem tudsz táppénzt kivenni amúgy. Hát dehogy nem. Mert még nincs táppénzünk, tudod? Hát hogy ne lenne. Próbaidősek vagyunk, hallott, hogy lenne? Azt mondták, nincsen, be kell mennünk. Na jó van, mondjad jó, akkor. Jó, de figyelj, akkor mondom hír. Csak a jót. Igen? Tudod, beszélgettük arra, hogy a házat úgy pofajasítjuk ki, ahogy akarunk, tudod? Csuk be szemed. Gyere, becsukod a szemed. Lali, nézd az öreket, én nem egy csal, oké? Okay? Gyere, csuk be szemed, vezet, jó, gyere, a hangom után gyere. Igen? De ne nyisd ki. Nem nyitom ki, Di. Tarararam az iroda. Azt a kurva. Ja, és mondok egy másik jót. Milyen prémium asztal, azt a kurva. Mondok neked egy másikat. Hát, lenéztem. Egyrészt, most én leülök ide egy pillanatra, jó? Ha harmadik szemmel ránézel, akkor működik, öreg? Ja, igen. Hát tépattaj. Az a na, figyelj csak! Ez ismerős nektek, ez itt mögöttem. Tudjátok mi ez? Ne idegesítsd a mazsit! Mazsolán a mi? Ezt hoztam! Igen! Nagyos takarok át! Menjél így, menj szó! Ezt álltad ennyi ideig, Dókely Bácsi! Nem, hülye gyerek, nem is tudod, miről van szó! Hát volt egy mazsi disztó! Van ennek dísz? Ember az ez a mazsi! Hát de az emléke örök is nagy, jó? Figyelj csak, Kárlát, hogy nem emléke! Emléke! Gert, kösz szépen a szóval! Befejeztem, Lalika, fejezd be te is, jó? Ricsi, szépen kösz neked is! Az ott meg az én irótám egybe, a kinti dohányzó, látod? Na jó, de te mivel érdemel... Jaj, ez az új szobák! Hogy te neked itt ilyen saját tüzéd van. Zárt irodában. Hát megbeszéltük. Nem zárt, nyitott, de ez dohányzó. Kineveztem, dohányzónak is közös irodánk van. Tehát neked kettő van. Lehetne a Lajos ki kéne ide, Pater volna ez a szobája. Tudod, az ez a koporsó? Igen? Uram, szépen a szobot. Kiti neked is lehet szépen. A tetejét levágom, és akkor oda be tud feküdni elvenni. Meg egy sát, hogy ide felállítok nekik. Ez nem, nagyon pacek lett. Nem férünk el. Jó, akkor menjünk kifelé, jó? De Vétótól elfér, de Vétótól. Öttes dugolyodunk ilyen kit kifi, nagy kifibe. Te jönnek, hogy rajult, te meg elfektek. Jóci, kösz a 400-at. Igen. Jó, akkor nem vagytok be a baj. Most gyertek! Helyet kell találni, mert ki kell albérletbe adnunk a gardrobot, ahol ti laktok. Mi? Ez van, ilyen anyagi helyzetbe kell jutni. De adod én, Tobán báti. Így van, Carlito. De viszont itt van kint friss levegő. Erre mi nem gondoltatok? Milyen egészséges az? A jutatokat a homokupaton? Figyelj csak, friss levegő van, természet, lágy, öle. Nem, mazsi, nem aludhattok. Itt aludhatok? Figyelj csak, tudod? Szállj már le onnan, Carlito, hülye vagy? Carlito, fejezd be, mert Joker megszúr. Ott fekszik a mazsi, ne légy! Oda olyan kéne, ne! Szállj le onnan, Carlito! Oté, ne akar lebasszak egy büdös tetofot! Oté, jó, szóval itt kell leteríteni egy plédet, és az lesz a szobátok, jó? Jó, oké. De amúgy ezt a földet még el fogom innen vinni, mert túl sok maradt belőle. Alex, nagyon szépek lesz. Dóke Bácsi, kaphatok majd egy kit péntot ott a kályújdákot? Figyelj csak, Carlito! Baszd arcon a jó ide anyádat, amikor legközelebb pénzt kérsz tőlem, rendben? Tényleg, Carlito, anyáddal mi van? Polgármester passzon ő még mindig? Mert miért bánik hívvel a Dóke Bácsi? Pedig nem itt tovább nem tudom. Elmondj, gyere légy szíves, Carlito, elmondom. Tót fogadtam. A hajad. Gyere légy szíves. Mi most tót fogadtam. De öreg, nem mutathatom be neked a egy pillanat csak a Carlito vagy beszéljek, mert... Ja, és nézd, próbáltam lezárni, beástam egy kerítést ide. Remélem nem hiányzik senkinek. Nagyon passzol. Ez nagyon jó lett. Itt na most mi? Nézd meg, itt alig lehet átférni. Épp hogy. Passz meg, ez nagyon jó. Na, figyelj csak... De gondolkoztam rajta, hogy legyen-e szabaduló, de le is záratom teljesen. Nem, passza ez. Jó, Carlito, figyelj csak, beszélni akartam vele. Itt valószínűleg az érzelmek hevességével van itt a megoldás, és úgy gondolom, hogy érez irántad valamit, tudod? Ne rugdasd a kukát, nem? Jó. Nézd, itt akkor így, tehát adé bánt engem a Dóke Bácsi mettejet. Így van. Így van. Most meddek adok neki egy putit, megöljem. Kap be neki a kutyát. Dókej Bácsi, add egy putit, add egy putit. Menj már innen, normális vagy! Jaj, Carlito! De te azt mondták, hogy te jött engem. Te figyelj csak, te pirtik egyből? Ja, nem. Adtam neki putit. Zobrolj kezd a 200-et. Nem vagyok, csak meglepődtem most. Na jó van, akkor pőveszel az egyenruhát a viselkedéseid. Várjál, öreg! Igen. Nézd csak! Itt van még egy vendégágy kint, látod, de ezt ki tudjuk adni, szóval ez nem Lalinak és Carlitónak. Ez nagyon passza.
Hát most is szagúj, bazd meg. Ugye? Tehát ezt ki kell érdemelni először is, hogy elő... Jó? Tehát ezt ki kell érdemelni, hogy az új kanapéra reülhessen valaki, jó? Ez lesz a napi jó cselekedet. Kakás, az a kanapé? Lalika? Ez egy mondom, pacek új. Tissza úgy, te bak vagy, vagy mi kapa fog? Ja, hát újja van bőgyödve, de a legit kapa tápé. Ez direkt foltos, olyan, mint a szakított farmer, mert mit nem értetek rajta? Ha? Jó, ez a divat. Ja, és... Alexandra, nagyon szépen köszeket is. Ez én hoztam. Jó napot, jó napot. Ez az új spoltom. Ezt beiratkoztam spoltja. Új kabász, új nadrág, mi a passz? Ja, ja, ja. Tartozás meg nincs kipezetve. Jó, az egy dolog, hogy a tartozás is meg nem van, már pár dolgért beszéltünk. Tényleg? Akkor menjünk csak ki, Kárlitó, Lali, maradjatok benni, beszélgetünk itt a Hókikával, jó? Mert felnőtt dolgokról van szó. Így van, felnőtt dolgok. Ne verjétek egymás faszát, oké? Mit folytoljok, báci? Jégkolyongozok, itt az ütőim. Nagyon ügyes gyerek vagy, Kárlitó. Köszönöm. Közben várjál, Hókikám, nézd csak, öreg. Igen. Szemetes, látod? Az igen. Ide ki tudjuk hordani, meg ház előtt nézd csak, tudsz prészelgetni. Azt a kurva. Az komoly. Hóki. Na. Ezt a ladát írassad át a nevemre, mert szájba baszok valaki. Na nézd csak öreg, meg arra gondoltam, mivel te spirituális ember vagy, itt a cigánykártyakat lehet árulgatni, jó? Hű, tényleg dik. Azt a kurva milyen biznisz lesz itt. Ez nagyon pacek. Ja, igen, és öreg ott van a rossz hír, amiről nem akartál, hogy hangjál, de most már jöttek is vásárolni. Jó estét, tessed a közelebb páradni áttekinteni a portékát, tessen parancsolni. Ez aztán gyönyörű, ez szerencsehozó csináltuk a háznak a környékéből is. Szerencsehozó nyaklátszó. Ezért hoztam egy csomó fertőtlenítőt, add meg ide, mindent. Add ide, hogy vegyem ki a táskába. Tessen vásárolni, most úgyis. Csúnyasági kedvezmény van, szóval maguk jogosultak rá csúnyasági kedvezményre. Lépjenek közelebb, kedves sertésmalacasszony! Nem ezért jöttem, hanem kitakarítani a házamat. Azért hoztam a barátnővet, és hogy kitakarítsam is, hogy milyen ház? Így van. Itt igen. Négy szemközt tudunk beszélni erről egy pillanatra, jó? Egy pillanat is jövő, bocsánat, hölgyeim. Azért lefújlak azért kicsit, hogy... Addig bemegyek, takarítok. Levettek össze 400-at. Van egy kis baj, tudod? Az a baj, amiről nem akartál hallgatni. Megjelent itt egy papírról a kezébe, miszerint neki törvényesen joga van itt tartózkodni a házban, mert be tudta bizonyítani, hogy az övé. Így én elkértem tőle a papírt, bementem, odabasztam az asztal, hogy mi a jó mocskos, büdös, rákos, rettes, tetves, kurva úristenit művelnek idebent a hivatalba. És hát azt mondták, hogy takarodjak a jó kurva anyámba ilyen beszéddel. Megmondtam nekik, hogy nem fogok innen elmenni, mert ez a ház a miénk. Mindig is a miénk volt, és az öreg örökölte meg. Így van. És azt mondták, hogy papírt kell óra mutatni, nekem addig ő hivatalosan tartózkodni ki. Jogosítványom. Ezt mondtam nekik, van személyim is. Jó, van nálatok valami kaja, adjatok már, mert be vagyok izébe. Nálam nincsen. Kiszakad. Na, úgyhogy ez a rossz hír, úgyhogy itt fognak addig lenni, még el nem tudjuk intézni hivatalosan jogi úton, ahogy a ház a tiéd. Van valami papír, amivel tudod ezt igazolni, öreg, hogy a miénk. Figyelj csak, én tudod, miben hiszek, Joker? Őszinte leszek. A végzetbe. Így van, abban is, meg abban, hogy szájba kell baszni mindenkit, az megoldódik a probléma. Jó, az jogos. Azt gondolom, hogy itt kézi vezérlésre kell kapcsolni. Mondja, Jojo. Sertés kurvát, meg az afrikai gyászkeresztet, popán kell baszkodni. Párszor, helyre ugrik az agyuk. Tudod, amikor a bicikli is szalajt, akkor belerúgsz egy kurva nagyot, azt visszaugrik a lánc. Jó, hát ez biztos, hogy ignorálnunk el őket oda bent, hogyha beszélnek. Veget a köszönöm az ezret. Érted, mi az, hogy bejönnek a mi házunkba? Olyan papot lebaszok neki, hogy összeszakad. Jó, hát kicsit tűrtőztes magad, öreg? Jó, megpróbálom, de ismert. Jó, Hóki, sikerült elintézni? Hát van pár dolog, igen, még éppen egy kamera, érted, ilyen kis kamera kell, mert hogy lássák már, kiről van szó, de amúgy meg, ja. Milyen kis kamera, miről beszélsz? Öreg, tudod, hát, ilyen kis kandika, miért? Hogy bedrótozzuk a házat, Zsolti, a lalit, mindent, és akkor információkat gyűjtünk a Róziról, hogy lebuktassuk, hogy valójában szarik bele a család programokba, meg ilyenek. Így van. Érted? Ez nagyon jó. Jó van, Hóki. Akkor meg lesz a záros időn belül, igaz? Ja, remélem. A számlát meg majd ideadod, azt fizetjük. De úgy ezt reméltem is. Tartozó buzi gyerek, abba le kell tudni. Nem fizetünk hát az más tartozás most, na érted? Nincsen tartozás és tartozás között. Hóki, ezt a ladát a nevemre kell írnod. Csak mondom. Az a helyzet, amúgy át akartam érni, csak még le akartam viszét kicsit polírozni, meg kicsit rozsdás. De azután át akartam. Már kösz a 200-at. Szevasz! Szevasz, mi a helyzet? Szeva. Figyelj csak! Jöttem.
lőttem. De... Azt mondják, hogy az ázsiaiaknak nagyon kis passza van, ez igaz? Ez már régóta tudja. Telleszen hazugták. Ne hazudjál, az a bolond 3 centi... bepukkasztott állapotban. Énekel közben. Komolyan kérdezem. De megmutatom, jó? Ugye, én ekkora. Ó, ülj mellé magadra. Boldog szülinapot, öreg. Így van, boldog szülinapot, öreg. Köszönöm szépen. Ma van a szülinapod, öreg? Én tudtam, azért készültem ki ezzel a sok dologgal. Szia. Nézd, báti, mit találsz, szaladás közé hoztam. Születésnapot neked. Ezt a Joker báti áda alatt ajáltam, nézta? Nézd, az igaz, Joker? Nagyon sok nyeremény kívánunk. Nem, ez nem az enyém. Össze vannak rakadni a lapot. Ádikód alatt volt. De miért turkálsz a szobámban? Nem az enyémettől függetlenül, de miért turkálsz a szobámban? Ben van Jogi anyukája, itt takarítanak itt, akkor ő hotta ide, hogy ez mit oda. Figyelj, mert és össze vannak rakadni a lapok. Ja, akarom mondani, hát Lali, a kurva anyától! Ennyit bírtam kinyitni. Ennyit bírtam kinyitni, nem nyílik tovább. Szerintem be egy pillanatagat ott a Dókebáti, hogy ne tudjuk megnyitni. Na jó, figyeljetek ide, megmondom mi lesz most. Igen? Lajos, az a mocskos, sánta, repecsarkú, szutykos, malacarcú, sertéstetű kurva anyád beköltözött a házba. Érted? Aj. Ne prüszköljél, mert te allergiás vagy. De az előbb tudod mit csinált? Öreg, úgy kellett a tortádat felkapolnom a földről, mert odajött, azt elkezdett engem itt fürdetni, meg képzeld el az új kanapét, amit hoztatok, letisztították, érted? Elkezdték ott lefújni, meg mondták, hogy takarítsunk, meg itt egy csótánya lábamnál, éjjeleket csináltam. Azt mondta, hogy kototak vagyunk, büdötet vagyunk. Hát ez már több a soknál azért szerintem. Lajos, itt sajnos... Tudod, öreg, én tisztelem, szeretem édesanyámat, de ez már egy határt most de mondott még valami Mártit. Mit? Azt mondta még, hogy a bátit el akarják intézni. Engemet? Melyiket? Ide. Szájjal, vagy ide. Hogyan? Mert az még belefér. Hát, azt nem tudom. Azt mondta, hogy el fogták intézni, mert titok ott van a Hádikóba. Jó, akkor most szavazásra fogom bocsátani, hogy bemegyünk, és össze-vissza verjük őket, mint egy nyugdíjas paszt. Medek! Vagy, bocsánat. Nem kell azért. A Carlito. Vagy össze-vissza verjük őket. Én azt mondom, hogy legyen a B. Most mit javasoltak? Mit csináljunk akkor? Hát először is azt javaslom, hogy ezt hozzuk későbbre, mert át kéne öltöznöd, azt venni befelé, mert már kerestek minket. Na jó, van, bemegyek, átöltözünk. Hát szerintem az viszont... erőszak nem megoldás. Lali, szerintem annyira. Meg az nem megoldás, hogy te mindig elfogult vagy a jó édes kurva anyáddal, tudod? Azt csinálunk, jó. Amit akarunk el a házunkban. El kell mondanom, Lajos, hogy neked nagyon rezeg a léc. Most én megvajam anyukáját. Mész a paszomba. Még várjál vele. Jó? Jó, de szedj össze magaddal. Nem akarom azt. Még mi megszavazunk. Mehetsz a kurva anyáddal, azzal a diszkával. Ja, így van. Lajos, az első lépés a bocsánatért, ja, és... az, hogy meg kell üssed anyukádat. Az első lépés az. Figyelj csak, öreg, még mutatok valamit. Még a konyhában is van valami. Mi van, öregedek? Hát újkálnak a kejtbe. Hát tényleg. Jó van, hát szopjak le. Várjatok, mindjárt átöltözök. Tényleg öregedek. Mint mindenki bazeg a világon. Jó, hogy csináltok a házammal? Ez az. Carlito, Carlitót nagyon bírom. Komolyan, mit csináltatok a házammal? De ez az öregnek a nem, háza, ez az én anya. Házam, kisfiam. Nem, az öregnek meg a Jokernek a háza. Attól az öregre festette magát, meg lefogyott most már csak 149,9 kiló. Jó napot kívánok, ti szeretem. Ülj bele a papírodba. Mi a probléma? Töröld már le az egy edényeket. Hallod, hogy okvári faháráltál a házzal? Mi van a kertbe? Kaptál rá engedélyt? Te figyelj csak, én mindenre kapok engedélyt, te kis paci. Ez az én házam. Tudod mi a tied? Ez a passz, ami alatta van. Anya, ez nem a te az. Házad. Te fogva a szádat, kisfiam, és induljál meg a sarokba. Jó, felszólítom a hölgyeket, mivel szolgálatban vagyunk már. A törvény nevében takarítsák el magukat, illetéktelen behatolással kapcsolatos erre állítás. Erre van másfél órájuk, még erre visszaállítani, jó? Különben letartóztassuk és előállítsuk magukat. Legyenek szívek, hogy megnézhetem azt a papírt. Tessem meg. Ott van Joker, megpukoltatom? Joker, van eladó gyújtó? Fertőtlenítővel.
Nincsen sajnos. Abba fújjam. Valakinél van egy gyújtott, hogy tudjuk gyújtani ezt a papírt? Állam van mindig. Jó, akkor legyetek szívesek. Rongálás. Hol van ez a papír, te csülökpejű? Ott van Joker, nem? Hol? Neki odaadtam, de van, az eredeti ott van nálam. Csak másolatot adtam nem. oda. Mondom, hogy bevittem, és azt mondták, hogy azt bent tartják az ügykivizsgálásaig, meg amíg be nem mutatjuk a papírt. Öreg, gyere ma a konyhába egy pillanatra, he? Ez a legnagyobb dolog, amit kitaláltam valaha. Eredjet a kordébb. Ugye, mi az Joker? Hát kicseréltem a kicsit egy nagyobbra. Itt nem kell bazen. Minden nap kivinni, Jézus hanem Mária. Elég havi egyszer kivinni. Ez pacsek. Érted? Ez jó. Vágod, én nem fogok minden nap kivinni a kukáim. Te Elon Musk. Tiszta Elon Musk vagy. Azért mászkálnak a padlón csótányunk, mert bent van egy kibaszott egy kuka. Azért mászkálnak itt a csótányok, mert itt a Maugli. Légy szíves. Mit a Maugli? Mit a Maugli? Olyan rengetes fejet, hogy rosszul is láttam. Jézusom, hogy néz ki a ház? Úristen! Jó, figyeljetek ide, azt tudom mondani, hogy Hókika, illetve Mexikánó, illetve Carlito, felügyeljétek a munkát. Tudod, óra bíres, tudod Hókika. Tudom, én már elkezdtem. Igen, meg elmegyünk dolgozni, azt jövünk nem sokára. Mi az? Figyelj, adok neked hajamezdet, ha bekapod egy kicsit a fütimet. Megyek már tiszteleg. Nem kapod semmit, menj innen Carlito, mert te is olyan retkes vagy, mint azok. Ókinek fogja. Jaj, te beszélsz! Hogy álljon el azzal a szarról? Aha. Ja, szólok neki. Hát elállok én veled így. Sziasztok! Szia! Szebasszok, szebasszok! Szia öreg, boldog szülinapot! Köszi szép! Látod, bazeg, ilyen egy igazi férfi. Szülinapja van, mégis dolgozik. Passzomat bele. Boldog tüjetét napok! Tiatok! Szebasszok! Szia! Ciao! Látok, be kell jelentkezni vissza rádióra. Lajosom. Igen? Hátra nyúlok, lebaszok neked egyet, ami anyád picsáját nyalod állandóan. Ne. Én már, öreg, most gondolkodtam azon. Most öreg, itt egy rádió, fel kéne menni, ötös frekin várnak mink. Hogy odaütök anyukámnak, de még nem tudtam magam rávenni. De te ne ütögessed, légy szíves, jó? Mert azért ne túl vagyunk egy határon. Viszont oldalt kell választani, és el kell határolódni. Halló, hallanak rádión? Hallod? Öreg, én téged szeretnélek, a te pártodon szeretnék állni. Nem tudok csatlakozni erre a frekvenciára. Érted? Kiszopja a paszt a rádió. Itt van az öreg mellettem, he! Szólj már bele, téged keres, téged is hívnak a rádión. Most mondom, hello. Hogy nem tudod belecsatlakozni. Lajos Kadejt jelentkezik. De né, próbáld meg, ott van a frekvencia. Lehet, próbáld meg még egyszer. Be mindenki kapitányságra, mert 10.40-es ügy van. Az mi? 10.40? Az szakul. 10.40-es ügy, aha, olyankor jó. Olyankor még alszok, 10.40-kor. Nem, alszik 10.40-kor, bejön és egységeligazítás. Jó vagy, nyugodjál vele, mit idegeskedsz. Ha? Mit idegeskedsz? Szemem a leggyorsabb egység vagyunk. Tiszta vízik, atyánk, tiszta vízik, diszik baj van. Bazzik, milyen szemfüles vagy. Az lesz, hogy kivonulunk. Jaj, elnézést, miért állnak az útra ki? Jó, itt azonnal jelentős kérek, mi történt itt? Miért van ott a vonal? Jézusom! Hát mi normális vagy, Joker, bazd meg! Le kell tartóztatni a kollégát. Be van baszva, mint az albánc, ha már így vezet. Jó napot kívánok, urak, hölgyek! Jó vagyok, meg se éreztem. Jó napot. Hát azért ez nem úgy tűnt. Jézusom. Ki jó van? Melyik vezetett? Ez hogy fordultott el? Önvezet, így van, Lajos volt. Kérem szépen, igazolja magát. Igazolja magát, Lajos! De... A büdös nátvágó mocskos szemtelen görbelábú kurva anyádat! Meghazudtál szegedet! De figyeljen, maga elütött egy vezérkari tagot? Nem akarom. Menni börtönbe? Esküszöm, tényleg nem akarom. Börtönbe bele! Na, álljon be fel a sorba, nem szólok még egyet. Álljon be fel a sorba! Jó! Maga is. Miért nem be? Akarom mondani. Csöves geci. Előjáró tiszteleg.
Hát most az a baj, hogy szívbeteg vagyok, zsibbadom meg. Pihenjek. Nem, maga indigót kapott karácsonyra, vagy miért utánozza, amit mondok? Mi az a tornasor, hát? Micsoda? Kivel beszélsz? Hát ott barasztan, nénit az... Figyelj már ide! Adtam engedélyt, hogy beszéljen külön? Nem. Nem. Hát akkor duguljon el. Nagyon-nagyon szépen köszönöm támogatást, srácok. Kollégák. Nagyon hálás vagyok, köszönöm. És egy 1045-ös ügyünk érkezett be, Alfa. Kövessétek a csatkót. Ami tudják, hogy mit jelent a... Igen, igen, az a görög ABC első betűje. Így van, Alpa. Ott aki az összes Omega. Mindenki a legmagasabb szinten felkészül. És elindulunk együtt konvojba. Jézusom! A speciális Lendzsahegye akció tagjai velem jönnek helikopterbe, mert ők fognak fentről behatolni. Aha, jó. Tehát a Charlie emellettről maguk behatolni. Akkor tudhatnám, hogy hova kell behatolni, vagy mi az az eset, mert én azért Kevin nem azért vagyok itt, hogy maga csak úgy ugrátasson. Én vagyok a Lendzsahegye egy, az öreg meg a másik. Nem tudja, mi az a 1045-ös, ne idegesítsenek. De tudom, fegyveres rablás. Így van. Igen, és milyen fegyveres rablás? Hát nagy fegyveres rablás. Milyen nagy fegyveres? Hát, hogy többen vannak az elkövetők. A legerősebb fegyverben állom a főnököm. Én tudom, hogy mi az a nagy fegyveres rablás. Pem! Na mi az? Nagyon szép. Igen? Jó. Akkor a többi kollega mehet kocsival, ott találkozunk, várjanak meg, és az utasítás, amik semmit ne csináljanak. Jó, üzemanyagpész kéne adni. Itt a kollégák. Előlegbe. Ha, akkor... kipogtam volna a saját zsebből. Á, nehogy már ők itt saját zsebből tankoljanak. Na, az állam fizeti maguknak, maguk meg Lendzsahegye jönnek velem. Jó, de én csak akkor megyek, akkor megyek magába, hogyha nem mögöttem ül, mert tudom, hogy mit szeretett, saját kapura játszik. Maga kis langyos tojás. Ma bevetésen vagyunk, srácok. A fegyvert be is, meg is törölgettem itt, mert nagy vérontások következnek, ha én belépek valahova. Én kivetésre akarok venni. Vétel, kollégák! Hallanak engem a frekvencián? Vétel, halljuk. Jó, akkor kivonulás. Sárkány busz. Jó, és akkor konvojba fogunk menni. A konvojnak van leírása a Wikipédián, mert azt még teljesen nem tudtam megtanulni. Ne idegesítsenek fel. Mert mi lesz, ha felidegesítjük, ha körbe rajzol vagy mi? Ha? Kibaszom magukat. Mint a Gaspot, Peti, képzeld el? Hát mi lesz akkor? Ki fogom rakni az állományból magukat. Összetéplek, mint egy papírkutyát, mert rébarca. Ilyen vénember létembe örülnék, a WC-re kimegyek. Jó, akkor hozom a helit. kicsit most megcsapott a tériszony. Na. Most téliszony vagy tériszony? Vagy bériszony? Tél. Így beszállás. Van. Jó, vezetek, jó van, jogos? Nem, hát itt van minden papírokon. Szálljon ki, nem szólok még egyet. Mert mi lesz? Te figyelj, mert nem fenyegetőzzél már, most gyere akkor. Tetőn vagyunk. De hol itt a kollégádat? Hol itt ön? Vagyunk. Ne, te csöves geci. Fejezzétek be, szálljátok befele. Hűbe öreg. Föl lesz a jelentbe, passzopó. Öreg, te is fel lesz a jelentbe. Na, ide figyeljetek. Az lesz a feladatotok, akkor gyorsan elmondom. Az hogy, öregelem viszket. Gondolom, fingotok nincs, hogy hova megyünk. Ez itt mit csinál? Gondolom vár, mert nem tud leszállni, mert maga balfaszkodik. Így van. De mi de vár? Hogy mondjam el a feladatot? Hogy várjon. Az lesz a feladatuk, hogy elmennek, ugye ez egy jaktrablás, fegyveres jaktrablás, és a Charlie tetőről, tehát a Charlie emeletről maguk szépen behatolnak és lebontják a borsót. Szia, mi van? Bocsássanak már meg, adjanak már egy kis benzint, de nem látják? Na figyelj csak ide! Ez nem rendes, pékezze magát, uram! Pékezze magát! Na jó, van akkor tisztelet! Jó, és akkor a borsót lebontjuk egyesével szépen. Tehát hogy ne? Én borsót fejtettem régen. Miről beszéltek, Dik? Milyen borsó? Én krumplit fogok pucolni most. Igen, és most erről tudjátok, hogy jutott eszembe? Én dugványozni fogok. Hogy a tehén is egy rejtélyes hálat, de én megfejtem. Aha. De ez vicces volt. Ki tudok ugrani? Ezért két havi fizetést levonunk. Ez kevés. Jó van már, nehogy itt oda szúrjak egyből nyakra. Az a baj, a Joker nem csak a szemében szúr, tudja?
Hát mivel? Vigyázzon. Hát mindenne. Látom a személyeket. Ide látom, hogy többen vannak. Hol vannak ezek a személyek? Hát biztos fog menni a fentről való behatolás? Na, ide figyeljen már! Én már annyiféle behatolás végrehajtottam, hogy meg se kutyám. Indulás a hajóra. Mindenki. Így van, minden egység induljon meg a hajóra, mi a borsót tetejét megbontjuk, gammába! Krumplit fogok hábozni. Jó, ma hol vannak a izék? A csicskások? Lemaradtak a dologra való? Úton vagyunk. Haló? Úton vagyunk, uram. Úton vagyunk. Jó, gyertek. Megyünk. Bocsánat, ez magáé ez a helikopter? Igen, az enyém. Mi a hát megjegyezni, hogy szarszagú a botkormány, ennek van valami különleges oka, bocsánat. Hogy nézzünk szét, Abdi. Jó, szétnézünk. Tiszta szarszaga van itt a botkormánynak, már bocsánat. Ebből következtette van, hogy a magái. Na innen fogok a borsót lebontani. Láttam. Jó, hol van az a jakt, amelyik nagyon rosszul jó? Van most? Ja, itt van alattunk. Adják meg magukat! Csöves gecik! Nincs meg a fonja, bocsánat. Én leszek a borsónak a tetején. Jó van, szobd le magad, Lali. Akkor kollega hozzát őket helikopterre, mi biztosítjuk a tetőt a szabad bejáráshoz, jó? Nagyon szépen kösz mindenkinek, srácok, mindenféle dolgokat. Szálljunk már le oda, hát nem hallja, mi van maga félfélés rendőr, úristen! Nem látod? Jó, akkor a borsó lebontás akció megindul. Így van. Igen, és elindultunk. Jó, mondom mi lesz. Ugorj, vingenyó, ugorjon. Alsó madárfogás. Jó. Tegye már le, most maga nem tud vezetni. Elnézést! Jó napot kívánok, itt a rendőrfőkapitány félezredes Terminátor 3. Adják meg magukat! Adják meg magukat! Lefele! Öcsém! De hát ilyen gyerekek vannak. Ej! Jó napot! Van itt valaki? A Rosszantoszi rendőrség! Feltett kezekkel azonnal jöjjenek ki és adják meg magukat! Van ez a pisztolyában. Elkezdtünk behatolni! Béla, nagyon szépen köszönöm 4000-et! Gyertek, gyertek, ne legyen beszariak, indulás! Jó van, menj előre! Igen, uram, itt vagyunk a hajónál. Gyertek, gyertek! Hol vannak ezek? Szerintem lent a hajó gyomrába. Te gyomrodba is lehetne már valami egy kis rák. Gyerek, óvatosan, óvatosan, hát! Jó napot! Lali, óvatosan! Tiszteletem! Meg kéne adni magukat! Mi volt ez? Jaj, hoppá! Jézusom, bazd meg, ki fogja ezt kifizetni? Elsültem! Szemet sül neki. Hol van? Lőnek minket! Ki? Hol? Hol? Ezek nem lőnek. Lajoska! Van ott valaki? Gyere! Nem látok sose. Hát morrel átbasztak minket. Megprönkeltek. Álljon meg! Adja meg magát! Ott van bent, gyere ide! Hol van Lajos? Gyere öreg, fedezel! Fedezel öreg! Mennyi? Most mutasd meg, hogy igazi férfi vagy. Hogy jött ki az erőm? Gyerünk! Látsz valakit öreg? Bontsátok a borsót! Gyerünk! Erősítés kérjük, öreg lentre! Bent! Erre nem lehet benni. Segítsen! Adja meg magukat! Passzolási lesz! Jézusom, jól van? Fiatal ember! Egy eldobta itt a padon. Hátra, öreg, hátra! Szia! Feltett kezekkel jöjjenek ki! Így van! Feltett tegyétek lábakkal! Tegyétek fel a kezeteket! Nem, mit ti tegyétek fel a kezeteket! Mindenki tegye föl a kezét!
Kössünk egy alkú. Milyen na, mi az alkú, ha? Adok 5000 dollár, és elmentek feltett kezeken, ha? Aha, aha, jó, na, jó, legyen persze. 10. Jó. Legyen 15. Figyelj csak, ez nem is hangzik rosszul. Nem, nem. Akarja, azt akartam mondani, ez nagyon rosszul hangzik. Itt most mit csinálunk a fürdőszobában egyébként? Miközben hozzá? Megnéztük, hogy tisztelt terem. Na melegek? Narrátor, köszön 400-et. Vigyázz. Vigyázz, öreg onnan! Legyél van szíves, gyere elő, mert popán baszlak. Jó? Nem, nem. Ne kell, hogy oda menjek. Elfoglaltuk a hajót. Öld meg, baszd meg! Gyerünk! Jó, legyen 20 000! Gyere ki, Koala, gyere. Koala, gyere ide, piam! Kérje a bocsánatot apától! Ez az Koala! Mi van, kell a kis bambuszról? Na, gyerünk előre! Csámba, gyere. Öreg, előre! Előre! Hát én nem vagyok csicska. Fedezlek hát, urok! Állj le! Hova lősz? Mi van? Büdös tojás! Jó, te jössz, húzi víz, menj előre! Én jövök! Nem, a másik fiatal ember. Egy elkövető elkezdett menekülni, egy elkövető menekül! Vége! El van menekülve! Merre menekül? Felső szint, a felső szint, a bentre, vigyázzatok! Gyerünk, öreg! Szétbaszom az egész berendezést! Állj meg, cigán! Lássa valaki? Zelment, boré. Hát mi a passz történt? Ó, ide jövök, ráteszem a bilincset az úrra. Így van, ráteszi a bilincset. Így van, aaa. Lajos. Lajos. Öreg, he. Tessék. Mondjad. Látod, én vagyok a pókember. Aztor a rohadt, ez fog. Hogy csináltad? Hát, figyelj. Azért. Speciális egység, borsó egység, jöjjenek, befogták a Jokert. Borsó egység. Micsoda! Menjenek el innen, mert engedj el, uram, engedj el a pattanásos képüt. Menjenek. Vigyázzon, mert tripperes a fiatal ember. Nehogy lőjenek a kollégák. Előjetek, mert meghalok, öreg, ne akarok utána megölni. Jó? Mit akar kérni? Tutibuzi. Öreg, kezdje meg a túsztárgyalást. Jó napot kívánok, tiszteletem, bemutatkozzék. Jó napot kívánok, igen. Terminátor 3 gépek lázadása, kapitány. Jó napot. Tiszteletem, uram. Miben segíthetünk? Jó napot, mi a helyzet? Jó vannak? Segíteni. Meg tudom nagyon nézni a túszokat? Hagyj nézzem meg. Persze, ez egy túsz. Persze, itt van. Látom, aha, jól van, uram? Ha? Túsz úr. Nem, nincs jól. Jó. Mik a követeléseik? Én figyelek, csak el vagyok sokkal öreg. Követelhet talán egy kis készpénz. Mennyire gondolt ez mindig az, jól jön. Hát persze, tudom, hogy hát hogy van nem tud. Ebbe az anyagias világba. 10 000 dollár környékén. Ó, hát az sima. Csíkzsebből kivágjuk. Kivágjuk csíkzsebből. Ne szórakozz. Annyit nem ér. Jó, de bocsánatot hát kérek, hogy közbevágok. Figyelj ide, ha már itt tele vagyunk, akkor legyen Minecraft 20, jó? Legyen 20, viszont sajnos meg kell bírságolnom. Mivel hát csúnyasági pótlékot kell fizetni, ne. Ez a csúnya Elton John szemű megnyert. Maga egyébként meleg, homoszexuális, bocsánat. Hát nem igazán, uram, nem igazán. Pedig úgy tűnik. Ha így folytatja, de ha így folytatja, igen. Akkor a rendőr úr meg fog halni. Na. Jaj, az nem jó. A lendületből vegyünk vissza. Na, figyelj csak ide, csak elmérést tartunk, hogy mi a helyzet. Hogy az ki meleg most, ki nem. Tudja, hogy van ez. Na, akkor 20 rugó? 20 rugó. És? Ennyi? Mi? 20 rúgó elég, jó, figyelj csak, akkor elvinném itt az esküccéket, megtárgyaljuk az ügyet, jó? Maradjon itt. Uraim, jöjjenek velem, legyen szívesek. 20 rúgy kinéban? Rajtam nincs sajnos. Nincs 20 rúgy? Hát mi a passzunk? Csövesek vagy? 20, az a rongy az a 20 000, vagy mi?
Igen, bazd meg. Ő... nálam van? Akkor rodd már oda. Ne legyél már csicska. Mi a kedvenc számod? Ne nekem adod annak a... Jó napot, uram! Ja. Tiszteletem! Üdvözlöm! Hogyan szólíthatom magát? A távolságot, még mindig van egy kis korom. Jajajaj, Lali, nem akarod, hogy meghalljak, igaz? De hát oda kell vinnem a pénzt. Visszajövök, attól még megbasszom anyádat. Így van, megbassza az anyádat. Egy ember jöjjön ide a készpénzzel, uram. Jó, menj oda. Megyek már, megyek, elteszem a fegyveremet. Elteszi a fegyverét. Akkor eltenni. Nagyon megy most maga fele. Oda fogom adni a 20 000 dollárt. Jó. Ha véletlenül meghalnék, tudjátok, hogy én soha nem féltem, jó? És öreg... Így van, nem félt. Rá tudtam tegnap. Tudtam, hogy mert te dobhaszodat? Jó, Joker, mi a... Állj meg! Kapja ezt is elbaszták. Hát ezt beszoptátok. Ezt nem hiszem el. Ezt is elbasztátok. Egy menekülnek, vége. Befogják Tuskint. Amúgy jó, hogy öreg, mondjak valamit, csak tudod... Felhevült állapotban voltam, amit utoljára mondtam, az amúgy nem igaz. Tudom, hogy igaz. Nem kell rizsa. Nem az. Paszverőgép vagy dik. Hát nézd meg a jobb alkorod kétszer akkora, mint a másik. Vajon de miért? Az van, mert... Nem szkander bajnok vagy... Elszúrtátok azt az akciót is. Elnézést, nem elszúrtam, hanem maga hagyott egyedül az elkövetővel, amikor elővettem a bilincset, maga elment, mondtam, hogy ne menjen el, elment, és egyből elkapott. Érted? Na nekem, nem magyarázza meg a balfaszkodását. Jó, én magában nem. Én dollárba mondom, Krisztián az 1.17-et, Krisztián az 1.17-et. Én inkább hívnám azt a helyszínelőket. A helyszínelőket hívhatják, mert itt kurva nagy balgit rendeztünk az öregnek. Lajos. Lajos. Jó volt az, jó kis szülinapod van, nem öreg? Kérjél bocsánatot. Bocsánat. Minden egység a hajógyomrába, a meglévő egységek megadták magukat. Aha, jó. Hol a passzomban van a hajó gyomra? Lent itt, ez a hajó gyomrát emlegeti. Ez ki van már szomorodva? Borsó egység. Értesz. Hopp. Erre van? Vagy még lejjebb? Vagy följebb? Egyel lentem. Lentem? Hát hajó gyomrába itt kell bemenni. Hogy a YouTube-on van most? Hát most megmondom Hunor azért, hogy hátra felszabalszik. Ha Facebookon nem tetted, azt mondta, hogy itt vannak, akkor miért megyünk fegyverrel? Hogy kapcsolja be maga a lámpát, bocsánat? A lámpát. Jöjjön ide. A fegyverrel? Én csak benzint lopni jöttem. Persze. Aha, aha. Ide jövök, hátra húzom a két kezét. Ijjjj! Ráhúzom a bilincset. Jó napot kívánok, tiszteletem uraim. Kezét csókolom. Jó napot. Bilincseik meg. A Brand kiaszi a picsátokat. Miért csináltátok itt az egészet? A jobb és a bal kezét. Loptunk benzint. Nem szégyenled magad? Te. Középre. Hogy hívnak téged, Pion? Erre menjél. Én vagyok a Johnny. Ide, álljunk meg, álljunk meg. Szia. Laller. Gyere közelebb, Pion. Csak, itt a gyere, légy szíves. Félek a rendőrbásiktól. Semmi baj. Maradjon nyugton. Tudom, hogy most nehéz helyzetben vagy, de azért megkérdezem, hogy mennyi készpénz van most nálad. Uram. Hát, nekem nincs a készpénzem. De figyelj, meg akarsz vesztegetni? Normális vagy? A piatölember meg akart veszélyedni. Hátra húzom a két kezét. Ezt föl kell írni a bűnlistára. A zsebeiből, a tárat, a fegyverből és... Tudja, hogy mit érasz? Kapitány úr? Hát, igen, ez majd az őrsöm majd elmondhatja. Mi lelépünk akkor a következő ügyre, jó? Mert kaptam egy 10-20-asat itt a csipogómon, oké? Elnézést, nézem csak ide. A 10-20, hát ha bekapod, meg 20. Így van. És mit csinál, uram? Magának kibannak tárgyal a bukvája. Elviszem önöket a rendőrségbe helikopteremmel. Viszlát? Na. Az a felmosó fiú. Ja, bácsó! Tudod, mit csinálnak? Ne hagyd Lali, hogy meneküljön, ne hagyd Lali, hogy meneküljön. Ő mondta, hogy mert... Bilincset rá, Lali. Jó. Nem élek a jobbra. Na, mi folyik itt? Tamás, kösz az 500-at. Eltántarító a 200-at. Nagyon szépen kösz. Na mi van, Lali, még ma összeszeded magad, te? Gyerünk már, közlek. Be van ragadva bilincsemhez, nem akar kinyílni. Ahon akkor majd a kollega megcsinálja. Látod meg ezeket a sukarendőröket, te? Érdekes, hogy a szád az nincs beragadva, amikor a passz jön szembe, ugye? De a bilincsed az igen. De a bilincs az tényleg be volt ragadva. Irina, nagyon szépen köszönöm a 2 eurót. Ezt látod, hogy kinevetett téged? Most rólam beszélj. Így van. Ki beszél most a barátaimban? Én megütöm. Gyerünk, Lajos.
Shoot a gyereke. Úristen. Na, figyelj, úristen. Csak ne úristen, ezért meg oda baszok egyet. Mi lesz velünk? Szerényebben, rendben? Mert azért most már tudjuk... Kollega, akkor mi visszük a helikoptert, jó? Jó, menjetek. Itt Justin Bieber-t is kifektettem. Gyere öreg, hát föl kell menni teljesen. Erre külön? Hát nem emlékszem itt a nagy idegességbe. Nagyon szép! Erre kell menni? Ja. Júlia meg Erzsi hova ment? Tarhonyaföldön kapálnak most ők napszámba, azt azért nem tudtak jönni, képzeld. Komcsiba. Erzsi egy kb. Egy éve nincsen sajnos. Nagyon ritkán. Szóval nem tudom, hogy mikor voltál legutóbb, de az nem ma volt. Mondjuk ki az igazat. Lajos. Igen? Csalódott vagyok veled kapcsolatban. De miért? Hát bazd meg, egy bilincset nem tudsz elővenni. Hát ha milyen világot élünk? Hát be volt ragadva, nem akarsz szétnyílni, öreg. Szerencsementes? Erről nem én tehetek, hanem a rendőrség, hogy nem tud biztosítani rendes felszerelést. Biztos. Hát, ez a buzízi, ez a tányérsapkás köcsög, ez kikészít, megmondom az igazat. Hát engem nagyon felbasz. Szájba el kéne tenni lábalon. Macrolance, kösz szépen a 199-et. Köszönöm. Macrolance. És Tanker, kösz szépen. Nagyon-nagyon szépen kösz. A 333-at. Köszönöm szépen. Hajrá YouTube-on, sok sikert. Nagyon-nagyon sok vagytok, köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki felszobolt, srácok, és támogat minket. Nagyon királyok vagytok, és köszi, hogy nézitek a streameket. Hát most nem mondom őszintén, nem esett jó most itt küzdeni ezekkel az emberekkel. Miért? Mi a baj? Hát mert mostanában tudod, néztem az izét, a szívek szállodáját, aha, és átjárt a szeretet. Meg a kórházban a város szélén. Egy percig nem féltem, amikor túsz voltam, csak hogy tudjátok. Akkor mészárosan be van szarva amúgy, láttad? Egyetlen egy percig se. A nadrágja tiszta húgyfoltos. Tiszta szar a nadrágot, Joker. Ez mit tőle? Mit mondhatok? Veronika, kösz szépen a... Ja, képzeljétek el, leültem a kordlátra, kifújtam magam a nagy akcióba, az beleültem a sirály szarba, hát. Hát? Én hiszek neked, hogy egy igazi férfi vagy. Én tudom, köszönöm. Csak a paszperésről kéne leszokni, mert... Nem szép dolog. Azik amúgy, tudod, ilyen utolsó pillanatokra, tudod, ilyenkor mindig megetek mondani kell valamit, ilyen beismerő dolgot. Na, de ez nem feltétlen igaz, sőt, az én esetemben egyáltalán nem tudom. És ez jutott esetben a paszverés. Ez, mert hogy ma... Nincs, hát megjött a fizetés, hát. Mennyi? Tényleg, Lali, szobd le magad. 29 ezer dollár. Na, hát akkor jöhet is akkor a részem, mert ugye... Triselect? Érted, mi van? Tiszteletem. Jó napot. Tiszteletem. Tisztelet. Jó napot kívánok. Krisz, nagyon szépen kösz a 20 CHF-et, és Norbi a szubot. Árpád, nagyon szépen kösz az 50 ront. Nagyon szépen kösz. Van furcsa, hogy meg azt sem tudom, mi van. Köszönöm. Egy kis gyanúságot még azért bélek felfedezni, Joker, bocsánat. Igen. Tehát, hogy értem, hogy a sirály szarban van drágodon. Igen? De hogy az nem barna. Ez meg barna. De azért, mert képzeld el, azért nem barna, és azért olyan színű, mert amikor a korlátba beleültem, láttam, hogy még rozsdárfótos is volt, és összekeveredett. De még a derekad is olyan Joker. Azért, mert lecsúsztam a korlátról, és kicsúszott az ingem, és a derekamra kente véletlenül, azért. Ja. Aha, tudod? Ja, értem. Na. Mehetünk, öreg. Lüszi, kösz szépen az 1 euró. Leadtuk a szolgálat. 20 plusz kupa. Jó, a 437-es látta már a szolgálatot, vége, viszlát. Viszlát, köszönjük a
közre, Le is jövök erről a rákos rádióról. Figyeljetek csak. Te is kapcsolt ki, nehogy vízi behívjanak megint. Hogy kell kikapcsolni? A tetejét nyomd meg, a tetejét tudod, a kikapcsolás azt ennyi. Mint a hallaná Joker, amit mondok, pedig nem hallja ilyenkor. Szóval a rozsda nem színezi a szar Joker. Tessék? A sirály meg fehéret szarik. Igen, tudom. De hát a korlát színe meg ilyen erős, nagyon barna volt, és fekete volt a festés, és a szar felmatta a festéket, az a három szín összekeveredik, akkor barna színű. Nagyon szépen köszönöm, 9500! Nagyon szépen köszönöm, köszépen. Szóval nem szartam meg. Mivel megyünk most haza? Hát ezek gondolkozunk. Kocsival. Szolgálati telkén. Itt a kocsi. Öreg a Joker, az úgy fut, tényleg most úgy futott, mint aki segbe van baszva. Lehet segbe van. Lehet. Most szombaton ott leszek a bárban most, srácok. Elnézést? Igen. Nem jössz? Én nem gondolom, hogy ez az autóval fog menni. Jó, akkor menjünk a tiéddel. Na, de akkor jött azzal, amiben be tudunk ülni. Hát egy ember be tud. Hát ebben nem tudunk. Oszta. Hát most figyelj, akkor jövök én külön. Így van, Lajos külön jön, mert ez egy heterogép. Üljél be, fel a Jokers. Szeretném, ha megbecsülnéd ezt a pillanatot, ugyanis ez fiatal koromra emlékeztet ez a gépjármű. Ah, de te nem is vagy öreg-öreg. Hát igen. De hogy még fiatalabb. Tudod, hogy kell menni? Az... Figyelj, mert Lajosnak honnan van ilyen autója már megint. Amúgy nem tudom, amúgy neki mindig van valami, de tartozásai meg az egekben. Semmi baj. Miller, nagyon szépen köszön 40 millió forintot! Király vagy, kösz szépen! Nagy király vagy, Miller, kösz szépen! Balra! Jó, kapaszkodj a Joker, mert ez... Hát, jobbra is! Ez nem csak egy játék. És Lajos versenyzik velük. Mert alul marad, mint mindenben. És akkor balos? Mit pékezkedsz, buzi gyerek? Ez meg kinek az autója, ez a szar? Hát nem tudom. Nagyon szépen köszi, Miller! Nagyon szépen köszönöm, eltántorítod, neked is nagyon szépen kösz. És sok boldogságot kívánok a Lagziddal kapcsolatban, testvérem. Adomfáj a potakom, valaki. Mi van, kárvitaok? Adomfáj a potakom. Ne basszunk el, mert az 1-1-2. Akkor nem, milyen mentőt bevisszük, a faszom se hív mentőt, egy hasfájásod. Bevisszük a kórházba, az kész. Adomfáj a potakom. Azt mondja, hogy ne érdeket szabbá. Kárlitor, ne böngjél. Jó van, kárlitor, böngjél. Jó, figyeltek ide. Akkor hozzátok a kárlitot, azt visszük be a kórházba. Hát bassz meg. Bele kállító. Nem bírok fújálni, nem bírok fújálni. Jaj, akkor Lali, hozzad a... Hozzad már. Hol van? Itt van még a Lada? Elgondolom, már nincs, ugye? De. Ezzel bevisszük. Ebből rendnek üres a benzin, ja nem? Megvadult el adressz. Nekem is volt egy ilyen ladám, nem tudom hova lett. Ide tegye le! Bele ide, becállít. Hát vállá, itt az Lalikám, most mi a faszomat különcködsz? Itt az autó, átülsz ide, azt megyünk. Ja, befejlünk. Be, mert a... Mexikó az majd tartja, jó? Csomitartó. Nagyon jó. Hát nem tudom amúgy. Jelölöm öreg, jó? Itt az egyetlen néger, azt mindig én kerülök a izébe. Szerinted véletlenül hókipiam, de most nem szemtelenségben vannak. Most még is mennyi mindent megcsinálok, érted? Elondul hazudni. Mit csinálsz meg? Hazudozol össze-vissza. Kamerák hol vannak, amiről beszéltünk?
Ha? Nem mondtam, hogy azokat intézem. Hát nem, milyen könnyű az. Mi jövőre, vagy mi? Össze... Hát lehet. Pénzt is össze kell szereznem, amit nem fizetitek. Carlito, nagyon pálya lyukad? Nagyon pálya a bódikám! Az övet be. Minek kell bekötni? Sofőr van fiam. Ne sirénál szemben, Carlito! Nagyon pálya, putako! Jó van. Mikor Lajos beletette a passz a picsádba, akkor nem pálya? Olyan pillanat lövök. A gyerünk befele. Menjél, menjél! Jó, nem jól kiegyenetedni, mert fáján vonagom. Jó van, ne rinyáljál már, mint egy kis tány. Pinalt van, Carlito. Nyugi, Carlito, ne sírjál, fiam. Ne sírjál. Mindjárt vége. Nagyon fáján vonagom. Lyukassál le. Jó napot kívánok, tiszteletem, kezit csókolom. Úgyhogy nem igazán volt, mit csinálni. Jó napot, jó napot, valaki? Tiszteletem, mi a probléma? Persze, mi a probléma? Egy ágyat hozattok hátulra, légy szíves. De rakjad a felsőnek nájlont, mert... Kiskezi csókolom. Tisztelt, Dr. Long? Ja persze, Dr. Long, hát Dr. Long, jó napot! Így van, közben léptem, mert a fiatalember rosszul lett. Mi történt? Rosszul lett, és akkor gyorsan behoztam. Jó, srácok, hoztok, légy szíves, egy tapasztorló ágyat. Kint biztos, hogy találtok hátul a folyosón. Mi történt, Long? Most mondom, ez megrogyott ez a fickó. Összerogyott a pályadalomtól, oda mentem. És a doktor Longpilla fogás. Jó, az a helyzet, hogy lemondták az esti műszakot, hozzá nem tudná esetlegesen segíteni nekem bejönni és beállni? Hát már nagyon régóta csokolom. Kerestem alapjáraton a prémium miatt, mert át kellene adni. Na persze, beáll ő, hogyne? Persze, beállok én akárhova magának, mindenhova beállok. Jó, rendben, hoznak csokolom. Itt csak kollégák egy betegfordul ágyatok, én meg addig öltözön át, van benne köpeny esetleg, hogyha megfelel. Jó, persze, hogyne, már megyek. Kérem, jöjjön, tessék csak. Ugye, Carlitókon, ennyi jár már, doktor, mondd majd téged, kisegít a bajból, jó? Nagyon örülök, iszonyatosan hát örülök. Hát tudnám, hogy én mennyire örülök, kezű csókolom. Megmondom őszintén, nem is vágyok a prémiumokra. Az anyagi juttatások prémiumokra. Tessék, én kinyitni az egyik szekrény, segítsek vágyom. Esetleg, vagy megoldja? Megoldom, köszönöm. Jó, rá. Lemondták az esti műszakot, el sem hiszi, hogy mennyire örül a Jézusom. Hát most megmondom őszintén, megláttam magát, én még ennyire nem örültem. Érti? Nagyon kedves viszont. Az biztos, 20 centi. Ha nem haragszik, akkor egy lépés távolsággal mondanám én is, csak ezt képzelje, hogy nemrég megismertem a csodálatos férfit. Ne idegesítsen, már lecsapták a kezemről magát. Hát mindjárt elsírom magam. Azt mondjuk, nem is az, ha... hogy lecsapták, de nagyon kellemeset csalódtam nemrég egy fiatal emberben, képzeljen, hogy rendvédelm is az úrész. Elbűvölő egy személyiség. Hát ez szomorúan hallom. Igen, próbálok vele minden nap kis SMS-ezni éjszakán. Már mennek ilyen kis képcserék, de aztán ki tudja, mi lesz. És Dick Pickett már kapott tőle? Bocsánat. Hát még azért ott nem tartunk, de... Ja, értem, aha. Szóval finoman indul ez az egész. Finoman, igen. Minden igen, esetre, igen. Ha úgy alakul, akkor bármikor keressem meg, azonnal készen állok mindenre. Navigátor, igazán kedves, de maximum majd az esküvőmre. Úgy legyen. Mehetünk is, rengeteg esetünk van. Tessék jönni, kérem. Most írt egy SMS-t amúgy. Tisztelt, betoltátok a sérültet? Jó, igen, tessék már... jönni akkor. Dr. Long, mi kint? Megvárjuk addig, jó? Még jó, rendben, rendben. Cigizgetünk, jó? Jó, mulassanak jól, addig megmentek Lali, te meg ülj el nyugodtan. Esetlegesen étalosztásom van? Igen, én oda járok, osszom az ételt is, meg az italt is. Fizetésemet is elosztogatom. Oh. Mert képzelj el, csináltam DNS vizsgálatot, és kiderült, hogy Jézus leszármazottja vagyok. Direkt be. Szépen. Komolyan? Esküszöm. Tiszteltem, egy pillanat és önöket is ellátjuk. Nézzé. Melyik műtőbe tolták? Az egyesbe. Jó. Tessék jönni. Sex story. Aha, látom is. Tiszteletem, doktor úr. Jó napot kívánok, uram. Aha. Üdvözlöm, fiatalember. Jó, itt a fiatalember. Mi történt pontosan, Long úr? Hát, állja, pozakom, nem tudok kakálni, van én, no, nem tud kakálni a fiatalember elmondása szerint, úgyhogy itt megvizsgáljuk, hogy mi a helyzet, mi a probléma, hogy... Itt fáj a fütim itt azóta. Pütyje is fáj. Adom fáj a fütim azóta. De miért? Mit csinált fiatalember? Mit csinált a pütyjével?
Jó, kollega, kirohannak megnézni a másikat. Legyen kedves segíteni. Valószínűleg kell egy fog egy beöntés az úrnak, vagy pedig egy vákumos kiszívás a végpélben. Most mondom, hogy... Vákumot kiszívált a fütyimre, jó! Figyelj csak! Azt nagyon fogod élvezni, kárnyító fiam. Pöcsöddel mi van? Rohadt lepele, hát vagy a... mi a geci? Nem, nagyon fáj! Megvan dolgodva végre! Megvan dolgodva? Mi rácsaptál a kalapáccsal, vagy mi? Nem. Vegyed le fel a nadrágodat, mert hátba rúglak, jó? Hájam! Elnézést! Mert mi a nadrágom? Fiatalember, nyugodtan elmehet, nincs szükség, megoldom ezt a problémát egyedül. Jó, rendben van, hogyha bármilyen szükség van, szóljon, itt leszek kint. Rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Carlito, figyelj csak ide, szedd már össze magad, bassz meg. Ba, de nagyon fáj a botakom. Van egy ötletem, ott. Ott a nad, adta, jön egy toj, dug be a popimba, lehet, hogy a tegét egy kicsit kanajozd meg. Figyelj csak, most megnyálazom az ujjamat, vedd le a nadrágodat. Megnyálazom. Most megnyálasztam. Most benyúlok a picsádba, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet. Mehet? Jó, most benyúlok. Hopp! Figyelj csak, Kárlito, az ujj, ez ebbe kolompol. Jó, benyúlok. Mondd meg egy kicsit, kölybe, akkor... Jó, figyelj csak, hogy ne így buziskodj. Fogd meg kitenni a dugót. Van ott egy dugó, hát benyúlok. Tanultam, igen. Csuklón benn van már. Hát bazzik, ebben tapsolni tudok, verjem a szádba. Jó? Kézett, kollega. Közben... Hopp! Carlito, bazzik, itt egy játékautó van a picsádban. Lesz-e itt van? Hát mit sem felrúgtad magadnak? Etkeljettem a jaivaj. Úristen, Jaival, amikor együtt tutukáltunk, akkor etkeljettem. Már jobb picit a potakomat, de még fáj a picit a popi lyukam. Jó, figyelj csak a popi lyukadat. A popi lyukadat kenyegesed be egy kis disznyózsírral legközelebb, hogyha a Lajos éppen játékra készít elő tégedet. Jó? Jó, akkor benyújtom a számlát, mert itt a kezelésnek úgy látom, hogy társadalombiztosításod nincs, igaz? De Báti, igen? Báti, de viszont a Jainnak itt van, meg kell vidgálni, mert viszont a tojogatós jepkém az is eltűnt, az viszont lehet, hogy nája jesz. Jó, akkor legyél szíves, vegyed fel a nadrágodat. Rendben? Oté. És akkor... Úristen. Sajnos egy játékautó került a fiatalember végbelébe, de most megoldódott ez a probléma. Van szociális támogatása? Esetleg? Nincs semmi az úrnak, ne hazudjál, így de, szíves. De van! De van egy ilyen tájga kájtám. Sárga? Sárga? Igen. Hát, hogy bolond a gyerek. Unózik? Lehet, hogy unózik. Ami unózik. Vagy azt, hogy unózik. Olyan, mint a szóló. És mi az a tójó? Öreg! Öreg! Igen, tessék, ki az az öreg? Fontos probléma van, doktor Long úr, leharagudjon. Tessék parancsolni, hogy zavarod. Elfogyott a cigarettám. Na, rigyek ki pele innen a szemem előle is lássalak. Szégyed magad, te, szoláriumos hókuszpók. Lássa, doktornő, ilyen emberek vannak. De ezt honnan talajtották őket, vagy most nem rosszból kérdezett, hogy ők az ételosztásról maradtak? Én nem itt megyek, Kárlító, légy szíves, váradjál ki, menjék ki fel a többiekhez, jó? A nadrágot legyen kedves, az recepción se... A nadrág, itt ne hagyja Jézusom, hogy néz ki, te jó Isten. Bocsánat, fölvetem. Most elmondom magának, kedves doktornő, hogy az összes anyagi és minden forrásomat arra fordítom... Ú, de megbatnám a doktornő. Hogy... leszedált és értelmi fogyatékos vagy fizikai visszamaradottságba szenvedő embereken segítkezzek, és most is ez történt. Most vittem őket Disneylandbe, meg kirándulni, nagy fagyizások, mindent, tudod? Úgyhogy... Jaj. És közben találtuk meg ezt a fiatal embert, aki így pánydalomtól szenved be, kínlódott, mint malac a jégen, tetszik tudni? Édes Istenem. Bizony, remélem. Jó, hát de remélem. Egyébként bármikor számíthatna a kórház segítségére, akár támogatást is tudunk bármiben, pénzben, ruhákban, tudunk segíteni bármiben, hogyha esetleg vannak ilyen kapcsolatai, nagyon szívesen bármikor. Nagyon szépen köszönjük, akkor ezzel élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Céges, rendben. Céges kártya, pénz, minden jöhet, ruha, ami van. Ezek örülnek. Jó, ennek kifejezetten örülök igazából, de ha előbb szólt volna, mert én annyira kerestem, oda szerettem volna adni a jaj, elnézést. Hozd le csak nyugodtan közben a beteget. Ki is nyitom az ajtót előtte. Jó napot kívánok, uraim! Mi történt, mibe segíthetünk? Tiszteletem. Szép napot! Miben segíthetek, uram?
Te nem az öreg vagy? Micsoda? Tessék parancsolni? Kicsoda? Te nem az öreg vagy? Uram, engem Dr. Longnak hívnak. Éppen... Azt elég erősen készlem. Nem értem, mit mond az úr, ez valamilyen ork nyelv, vagy mi a probléma? Bocsánat, tudnak róla valamit? Kollega, maga érti ezt a nyelvet, azt hiszem. Jó, van, rendben. Ez az öreg. Akkor fordítok, azt mondja, hogy ön az öreg. Jó napot, én Dr. Long vagyok, mint ahogy az előbb is elmondtam. Hazugság. De nem vagyok még azért annyira öreg, hogy így híjanak, bocsánat. Azt állítja az úr, hogy ön hazudik. Értem. Micsoda? Akkor most... Téveszmény vannak? Ez... Vagy mi a probléma? Jó, tessék pöpektetni ide az asztalra, megvizsgálom az urat, mert úgy látom, hogy itt komoly problémák vannak. Rendben van. Uram, legyen kedve, hogyha nem hagyja el a kórház területét, akkor meg kell fognom, és ki kell szállítatnom. Eddig a percig. Rendvédelemi egységekkel. Most segítem az urat. Tessen lepeküdni ide, és akkor meghallgassuk a panaszokat. Jó? Jöjjön. Uram, kérem, hogy pár adjon. Valósan pöpektetem az asztalra. Itt az egész család. Uram! Jó, elnézést, aprikai úr. Legyen szíves, vigye már ki innen ezt jó, a kollega, legyen, fogja meg ezt a férget, jó, aztán rendem. Vigye ki. Hihetetlen. Borzasztó, nem is csodálom. Az urat. Hát nem csodálom, hogy itt erősítésre volt szükség. Szóval, miben segíthetek? Milyen panasz? Mert, hogy... Jó, megvárjuk a kollégát, mert... Mit tömérsz? Mi van? Jó, mindjárt jön itt az ápoló. Uram, próbálja meg artikulálni, legyen kedves. Igyekszem. Mit csinál? Igyekszem. Igyekszem? Azt mondja? Igen. Aha. Jó, és akkor mi a probléma, tiszteletem? Hát, én nem szeretném, ha maga ellátna engem. Nem szeretné, azt szeretné, hogyha ellátnák? Nem. Elássák? Azt nem. Jézusom, maga depressziós. Jó, akkor legyenek szívesek, hagyjanak magunkra, és akkor itt fölmérem a helyzetet, hogy mi a helyzet. Jó, hogy rendben, kint megvárjuk. Sok az eset rendben még? Van. Jó? Ne hagyjanak hát, itt. Vannak még. Visszacsukom az ajtót. Mi újságban? Ha? Te csöves. Mi a helyzet, jó vagy? Te köcsög. Na, figyelj, szépen viselkedjél, mert mindjárt kapsz egy kis szúnyókáltatót. Persze, múltkori nem volt elégtek, több bánat. Milyen múltkori? Tedd magad takarékra, jó? Na most ide jövök a szekrényhez, keresek egy kis altatót. Ne! Aha. Segítség! Segítség! Mik vannak itt, bocsánat? Valaki segítsen! Megvárhatom, akkor el is viszem, köszönöm. Meg akarjuk élni! Dr. Long, elnézést, meghoztam. Megvan a kartonja az úrnak, gyógytornára jár, miszerint le van bénulva, és ja, ebben kellene segíteni neki. Aha. Jó, bocsánat, de itt nem csak a gyógytornra, itt súlyosabb problémák is vannak, úgy hallom. Meg itt nincsenek, ez kényszerképzetei vannak, paranoid, skizofrénia, depresszió. Jó, lehetséges, persze ez a gyógytorna megterheli az idegeket, ahogy stimuláljuk, és próbáljuk működésre bírni a láb. Szerintem az lenne a megfelelő, hogyha bevezetnénk neki infúzióba egy morfiumot, szanaxot, megnyugodna a fiatalember, és akkor utána a gyógytornára fel tudja készíteni, doktor. Rendben, akkor ezt következzük most. Jó, megcsinálom a szükséges dolgokat, én le is teszem ide a kartont. Lefertőtlenítem az úrnak a karján. Akarja szúrni esetleg? Persze, hogy nem. Szúrom én. Fölhúzom itt a csuklójába. Kabátját. Lazuljod. Kornál szoktuk itt fejébe kicsit. Vénánál. Bocsánat, fölhúztam mindenit. Lássa itt a vénája. Hát figyelem. Hol láttam? Megcsapkodom egy kicsit. Aha. Nyughasson már le, uram. Hát ne csinálja már ide. Idebe baszít engemet. Fogom a tűt. Hirtelen bevágom a karjába. Semmi baj, jó van. Hát ez a baj, ez most nem talált vénát. Úgyhogy kihúzom. Bocsánat. Jó. Megoldom én ezt, doktor, de menjünk.
Tessék csak, jó, rendben, próbálja meg akkor, hogyha nem menne, akkor szóljon, bármiben segítünk. Figyelj csak. Tartom kint a frontot, Jézusom! Most rossz a védát, hallod? Te büdös tojás. Jó, most lehúzom a slitszemet. Előveszem a faszomat. Nézd ezt? Megcsapkodom bele az arcodat most. Na milyen? Milyen nézve? Jó, figyelj, nyugodj le. Most pedig beadom neked. Szóval beszúrtam, és már csöpög is a szanax. Jó éjszakát, faszopó! A szurod, hogy itt meg... Most, szurod, hogy most itt megdög lesz. Ha? Tudnak nekem segíteni. Köcsög gyerek. Van egy nagyon jó barátom. Szegényke kicsit rosszul érzi magát, úgy hallottam a... egyik barátom felhívva. Elnézést, uram! Jöjjön meg pillanatra, mert... Itt a fiatal ember így megkapta a nyugtatóját. Igen. És akkor még itt egy rutinvizsgálatot végrehajtok rajta, de akkor tessen már figyelni rá, jó? Jó, rendben van. Tehát most még menjen ki, szólok, hogyha jöjjön bele. Jó, rendben. Jó, köszönöm. Itt leszek kint. Hát már kicsoda, rá gondolom. És nem tudom, hogy... Hogy kire? Szép napot. Nem tudom, hogy megöljük-e vagy ne. Gergő, kösz szépen! Nagyon szépen köszön szóba. De hát nem vagyunk még gonosz emberek. Ugye? Meg nem tudom, milyen anyagot kell beadni, hogy meg elpatkoljon. Jó, és akkor a fiatalember be van lőve, mint a Gerely. Jó? Igen. Akkor vigyázzon már rá. Összefogja szalkan. Jó, rendben van. Magát. Figyelj csak, van a Joker. Fáó. Joker elment, el kellett mennie. De hova? A papát. Hát ne, nem tudom, nem mondta, azt mondta, hogy med és izé. Nem, most nem él lá, mert el kell szaladni a dobba. Önök még bírják? Miért nem tudom elengedni? Nem tudom elengedni. Figyelj csak ide! Bocsánat. Igen. Igen, most jöjjön. Te szereted a banánt? Már a gyümölcsöt. Igen, szeretem. A kerekes széket, hogyha ide bézné nekem, kedves longom. Hogy ne, persze, nem csak a kerekes széket, bármit küsasszom. Viszont az a baj, hogy hozzáragadt ide... a kezemhez. Nem, persze, tudom, mert annyira B-vel nagyon nekem markolta. Ja, igaz. Már csak mást is markolhatnék. Tessen, parancsolj. Hát, sajnálom, de ez már el... Segítsen! Segítsen! Szocsáron! Maga éppen húgyozik, tiszteletem. Jó napot! Tessék jönni, kérem! Igen. Hát mit történt? A kettes műtőbe, doktor Long. Párodjonok be! Nagyon hosszú testén. Hát is megyünk! Tessék! Foglaljanak helyet! Jó napot! Jaj! Nem is! Jó van, doktor úr! Doktor úr, lehajolok az új stombat, és megfogom egy kicsit. Jaj, kipújulom. Gergő, nagyon szépen kösz is! Navigátor, neked is nagyon szépen kösz a szupercsetet! Kezdem meg! Nagyon szépen kösz mindenkinek! Uram! Óvatosan! Itt felsegítem, mert látom is, hogy pislog. Csücsüljön fel. Gondolom, sok volt hirtelen az eset. Úgy pislogok, mikor maga... Azt hittem egy angyal van. Van. Kezücsukom. Azt hittem egy angyal. Nagyon szépen, köszönöm. Elnézést, kicsit a kebleim kibudjantak, hát mert csúszott az úr, de majd hívunk itt a karítót. Rendben. Jaj. Köszönöm a segítséget. Szóval, nincs uraim, mi a helyzet? Hát, az a gond. Igen? Hogy tegnap este egy ilyen partin voltunk. Miféle partin? Igen? Hát ilyen nagy üvegezéseket játszottunk. Aha. És hát itt a szerelben már megkívántuk egymást. Ja, hogy elnézést, akkor maguk akkor homoszexuálisok, igaz? Így van. Aha. Így is mondhatjuk. Igen? És? És hát megfogtunk egy üveget. Bementünk, igen? A szekrénybe. És én voltam a ló másik oldalán. És lehúztuk a nadrágomat. Ló is volt ott ezek szerint akkor? Nem, csak a vastagabbik felement az úrnak. Ja, értem. Igen? És egy pesgős üveg felcsúszott, és azóta nem lehet kihúzni. Értem. És magömlésem van. Ez nagyon jó hangzik. Akkor tulajdonképpen fájdalma nincs. Vagy van? Van. Jó, akkor legyen szíves. Legyen szíves,
a homoszexuális barátját kérje meg, hogy vegye le a maga nadrágját. Jó? Tessen levetkezni, teljesen pucérra. Szépen kigombolom a nadrágodat. De óvatosan. De maguk elnézést, bocsánat, hogy közbevágok. Maguk ilyen hírességek, ne? Nem látta magukat az interneten? Nem, nem. Mert a tripper fivérek, vagy nem? Nem, nem. Bocsánat, akkor elnézést. Tripper du! Aha. Így van. Jó. Minden tőztek. Legyen szíves föltérdelni akkor, kipufogóba a felém. Jó? Pegybercsövítő azért arrébb állok, nehogy elsüljön. Aha. De vigyázzon. De miért? Te akkor el folyamatosan, uram. Hát egy kicsit irigykedek most, mondjuk amikor meglátom magát. Uram Isten, már megint kezdődik. Jézusom. Uram Isten. Elnézést, kosöncsobót, legyen szíves a péniszére balancsi. De azért ne húgyozzuk, pászarjuk össze a berendezést, jó? Legyen szíves. Én próbálom, ezt nem bírom, ez egy máj napja. Nem bírom. Jó, itt a kollégát megkérném, páradjék ide. Tehát bábasszonyasági jogosultságomnál fogva azért hasonló tapasztalatokat már szereztem. Ott talál egy kis bazelint az asztalon, tessen bemosakodni vele csuklóig, jó? Ja. Mert itt én nem szeretném. Ez... Fejezd már be, légy szíves. Jó? Tehát én azért... is segítek bármibe, csak ne kelljen hozzányúlnom. Miután az az úgy is benne volt. Jó, akkor most be kell nyúlni a kipopogó mögé, és be kell zsírozni az üvegszélit, jó? Ez menni fog? Persze. Tessem, ezt azért csináljuk most, hogy legközelebb otthon ilyen törvénybe. Aha. Éppen alatosan. Ne tessen nyögni, jó? Ez nem az a pillanat? Meg is van a széle. Megvan a széle. Oké? Okay? Meg. Jó, körbekedem. Maga ezt élvezi? Hát ő mindenki, úgy tűnik. Jó. Jó, és amikor be van kenyve az egész üveg, határozott mozdulattal, csukló mozdulattal megrántja 90 pontba, és kihúzza. Jó? Ja. Na, jó van akkor. 3, 2, 1! Sikerült? Igen. Jó, elmondom, mi a helyzet. Úr, olyan, mint egy bazsaróza, te jó Isten. Az, olyan, mint egy taposóaknára lépett volna. Egy robbantott csirke. Jó, akkor meg is vagyunk, otthon tessék gyakorolni ezeket. Jó? Köszönjük szépen, doktor úr. Igazán nincs mit. A borítékot, hálapénzt, azt sajnos én nem tudok elfogadni. Hát szavarú pedig nagyon sokat adtunk volna. Hát ez tényleg az. Nagyon nedves volt. Nagyon nedves volt. Gyere, kiviszlek. Milyen gyönyörű ez köszönjük, a szakma. Köszönjük, doktor úr. Nagyon, köszönjük. Emdezik, kösz szépen. Long, megnézem az eseteket, te jó Isten. Tessen parancsolni. Közben visszamegyek itt a gyógytornás fiatalemberhez. Rendben, köszönöm. Jó. Uram, legyen szíves, párodjon ki. Rendben. És akkor ide jövök a szekrényhez. Most hol a gecibe vagytok? Főveszem a pecskendőcöt. Szekrényről. Végtelen dózisú altatót főszívom vele. Na mi a helyzet, Csira? Figyelj, csak kapsz egy kis C-vitamint most, jó? Jobban legyél. Jó? Beszúrom a vénádba. És beadom az altatót. Nem szükséges, köszönöm, én is tudom fejlődni. Jó, nagyon jó, akkor egy áldást szeretném tenni. Köszönöm. Jaj. Szívesen. Tiszteltem, önök a következő paciens, ugye? Igen, igen, igen. Ez ki ez? Hol vagy? Aha! Tessék jönni, itt a másik műtőszobába be tudnak fáradni. Melyik? Ide? Ide, nyitom is az ajtón. Köszönjük! A nőgyógyászati vizsgálat, ugye? Igen, igen, igen. Jó, szerencsére pont bent van a főorvos úr. Dr. Long, egy pillanatot kérek, mindjárt megkérdezem a helyzettel. Aha! Várjál, hogy kell ezt bezárni? Telemet a szemünk seggel és csöccsel. Jó.
Mibe segíthetek, kedves kisasszom? Jaj, Istenem. Hát abba tudom segíteni, hogy jött két hölgy. Velük nagyon diszkréten kellene bánni, ugyanis az egyik egy igazán kifinomult és értelmi személyiség itt a kisvárosunk szívében, nagy támogatója a kórházunknak. Melyik az? Mindjárt megkísérem a kettesbe és meglátja. Az a helyzet, hogy ők gyászati problémával jöttek, amiszerűen valamilyen fertőzést kaptak el. Aha, ezt diszkréten szeretném kezelni. Bekísérem. Tessék csak maradni, bemegyek én. Rendben, itt lenne a két hölgy, aki szóval... Nagyon piszket a csába. Azt lehetem kisasszonyaim, megjött a kiválóbb nőgyógyászunk a kórházba. Szerencsére pont összefutottunk, tényleg kifejezetten örülök neki. Úgyhogy ön fogja ellátni önöket. Rendben? Nagyon piszket. Hölgyeim, jó estét kívánok. Köszönöm, doktorban rohanok. Jó estét kívánok. Hogy tessék? Öreg, te vagy az. Te vagy az öreg. Összekebernek valakivel, tisztelt. Miben segíthetek? Jaj, elkaptunk valami gombás fertőzést amúgy. És ez mi például? Nagyon viszket. Hát a házunknál élnek ilyen csövesek, azt rájöttem véletlenül a WC-re, azt szerintem elkaptam tőlük valami javaját. Azt nagyon viszket a penna. Jó, akkor tessen főpárodni, azokat a nagy csülköket pattints a széjjel, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet, jó? Nem kezdhet a barátnőm inkább. Bárki kezdhet, de én azt javasolnám, hogy fehér hatalom, szóval tessék maradni. Legyen szíves kipárodni ide, jó? Amíg itt megeltjük ezt az egész vizsgálatot. Hát neki is ugye ez a problémája van. Hát oké, de hát tehát, hogy sorba, mint a boltba tetszik, tudni is kezdjük csokolom. Tessen kipárodni ide, és várakozzék, jó? Há? Jaj, geci. Pusztus nézve. Ahon viszket! Hogy is hívják magát a helyzet? Frida vagyok, bocsánat. Jó, kedves Frida, jöjjön velem, legyen szíves, jó? Nagyon viszket. Kaphatok már valami kenőcsöt, vagy valami? Itt tessen. Várjon, mert ez nem jó. Nincsen pusztus az. Tessen ott megbárakozni, jó? És akkor maga következik. Szóval kisasszony, nagyon csinos ma egyébként, meg kell jegyezni. Köszönöm szépen. Tessen pőpeküdni. Kezeljük már ezt a valamit. Most fog következni. Lazuljék elpele, min a rigolánc. És ha leülök, az úgy jó? Hát le kell feküdni hanyat, tudja, hogy meg kell nézni, hogy a helyzet. Nadrágot lebenni, ilyenek. Érti, hát azért. Ez egy nőgyógyászati vizsgálat. Na, hát levettem a nadrágomat, így jó. Nagyon jó. Sattam. Jó, akkor tessék ja, ellazulni. Viszket. Én jó, laza vagyok, megnézem, hogy a rigolánc. Mi a helyzet. Megnézem, mi a helyzet. Közben telefonon azért... Elolvasok, itt van egy ilyen... Hát de nem kéne, hanem foglalkozunk ebben, mert már nagyon hát viszket. Ezt nyomozzuk ki. Azt este meg engedi... randim lesz, az csak valamit kéne bocsánat. Velemet kezdeni. Miféle randi, bocsánat? Ez egy romantikus hát jelleg? Lesz. Igen, romantikus. Jó. Gyergyafényes vacsora, meg pitten. Aha. Le akartam potozni a pidáját. Jó, akkor most oda nyúlék, és akkor meg... Jézusom! Itt aztán el van burjánzva rendesen a pejval. Nem, hát most borotválkoztam, de pedig. A kollega infúzióban legyen kedves bevezetni neki az adrenalin. Dávid és Kárlók összeszobat. Rendben már is. Hát én most megkockáztatnám ezt a rendezvút, hogy nem tudom mi hogyan fog végződni. Nem érzem a pózust. De ez itt mindent megeszik, mint rozsdalmasan. Hát most mit csináljak, ha a csövesektől elkaptam a kankót, vagy a gombát, vagy minden egyébet. Hát most takarítottam a házba, csak előtt véletlenül nagyon kell pisírni, azt rájöttem, azt nyilván elkaptam valami jó, csodát. Semmi baj, oda megyek a szekrényhöz, és akkor kiveszek. De mocskos, képzelje, doktor, a mocskosak, fúj, büdösek. Jézusom, hát minek engedni oda? Szartak minden. Hát ez az, hogy én nem engedtem oda. Jó, még 10 millit, légy jó, szíves. És akkor itt van a gombaölő berendezés, bekenjem a pénáját. Gerincden patkányok amúgy. A pénáját. Maga mit tenne az ilyennekkel? Ez ide. Jó lesik, köszönöm. Jó, azért tessék. Én egy esztétikai műtétet azért javasolni. Bocsánat. De bocsánat azért. Búzzuk meg a határt, jó? Tehát én azért szeretném. Még a végén bevadulok, doktor úr. Ne tessék bevadulni, mert... Nem lesz semmi gond. Az nagyon rossz lenne. Ezzel a gorilla testen maga biztos nagyon erős, szétszakítaná itt mindent. No, bekenjtük. Itt egy esztétikai... Jó, még egy kicsit ott lejjebb. Na jó, elég bekenni? Volt. Jó, ez már föláros na, lesz. Légy szíves, jó, tessék, úr. Akkor bekenjem magára. Ja. Hoppa, szerkezet, kár lett volna diszidálni, meg van villantva a hajtó, mert minden játszik.
Jó, és akkor itt esztétikai beavatkozás javasolnék, mert én láttam már pár pinát a világon, de ez, mint ez egy gázolt macska. Mint egy gázolt macska. De ezt minden tisztelettel mondom. Sokan szeretik. Hát, én nem tudom ebben mit szeretnek, mert olyan, mint a dökkút. De mindegy, kezeltük a gombát, esztétikai beavatkozást azért javasolnék magának. Jó, és ezt maga fogja megcsinálni? Hát bármi, ehhez minden kell, nagy plex, minden gyémánt, korong. Ez, de meg lehet csinálni természetesen. Na, hát erre visszatérünk. Mindenképpen. Jó, ezt a kenőcsöt pedig odaadom magának. Jó, köszönöm, itt köszönöm. Itt a kis kollégájának, itt annak is mondja, hogy kenjen. Doktor Long, gyorsan siessen a másik műtőbe. Az úrnak összevonult a kerítésre. Gyorsan. Jézusom, mi folyik? Folytatom. Úristen. Melkas kompressziót alkalmazok, de összeesett a keringés. Legyen kedves segíteni. Jó, nézem a pulzusát. Hát, itt sok mindenber, de az nem a pulzus. Mi történt, uram? Nem tudom, hogy mi történt. Intubáljuk akkor. Légy szíves, hozzá még adrenalint. Jó, rendben, már is hozom. Úristen. Mióta csinálja kisasszó? Legyen kedves segíteni, Dr. Long. Én már nagyon segítek. Át tudom venni egy kicsit, lassan el fogok fáradni. Köszönöm az epinefrint. Nem tudom, hogy kell. Jó, szúrjuk be, adod a Longnak, majd beszúrja az előbb, és megtalált a vénát. Jó, elmeztem tőle. Pőhúzom az adrenalint, megpeckölgetem a fecskendőt. Pám! Működj, fiam! Van ilyen, hogy mentős animációk, vagy valami ilyesmi, nem? Nem is tudtam az öreg ilyenekre képes, hogy... Jó! Nézzem pulzust! Abba hagyom a mellkas kompresszión. Jó, nézem látom, a pulzusát. Hogy pislog. Hát van neki, de nagyon gyenge. Jó, kinyílt neki a szeme. Uram, maradjon velünk, kérem! Hall engem, uram? Nehogy a fény fele menjen! Nagyszerű. Jó, hozzuk be az ágyat, amint stabilizálódok rend. Az EKG visszatért, Isten. ECPR. Mi történt vele, Long? Hát most megmondom őszintén, nem tudom. Hát beadtam a nyugtatót, lássa. És... Mennyit adott nyugtatóban? Hát csak nagyon keveset, amit maga itt az infúzióba összerakott. Csak annyit. Lehet, hogy allergiás reakció. De hány milligrammot adott be? Pont annyit, amennyit maga az impulzióban rakott. Jó, uram, át fogom emelni a betegoldóhágy, kérem ne ijedjen meg, felvisszük. Az infúziós állványt vonni fogom maga mellett. Köszönöm, Long. Igazán nincs mit, ha bármiben segíthetek, szóljanak. 50 millit rakott bele, biztos? Hát mondom annyit. De csak az infúzióban, ugye? Igen, és amúgy csak 2 millit, nem külön. Így van, pont így volt az egész. Nézze meg a gyógyszeres szekrényt, nem hiányzik belőle semmi. De... Remek, jó. Tamás, óvatosan áttemelem. Mi maga nagyon jó erőben van, kisasszó. Azok a csöcsök egy világot elbírnak. Hú. Nem fektesse fel az ágyra. Segítek, ahol tudok. Átfektetem. Köszönöm szépen. A gombák meg vannak? Meg, az már elkészült. Abból rántott gomba is lehetett volna. Ez igaz? Kitolom az urat. Faszomban nem hal meg az a köcsög. Jó, asszonyok, kisasszonyok, és akkor sikerült a kenyőt. Várj, hogy a barátnőmet kezeljem így. Jó, tessen akkor bepárodni, jöjjön. Rendben van. Jó, hát viszem a széket. Jó, tessen pőpeküdni. Vetkezzék lefele, jányom. Már is. Nehogy már az öregek egyik, hogy igen. Jó, a nadrágot tessen letolni. Jó, leveszem. Csak tudja, ne haragudjon meg, ott lent egy kevésbé tiszta kilátása lesz az úrnak, de hát bocsánat a szőrös dolgokért. Uh-huh. Hát a macskát is szeretem, az is szőrös. Tessen nyugodtan lebenni. Jó, már is. Jó. És akkor itt benézek, azt a büdös leborult, mocskos kurva eget. Ugye annyira viszket, ez katasztrófa már. Hát itt nem az a probléma, hát ilyen pillanat még nem baszott a világ. Ezt megcsapkodnám botta, hogyha sötétben látnám, azt hittem, hogy ez egy elpusztult állat. De most, de ne,
De ez nem rossz, de nem látja ezeket a piros pöttyöket rajta? Hát, én azt hittem, hogy ezek pattanások. Hozom a kenyőcsövet. Ja, Jézusom. Magának lila a pinája? Bocsánat. Dehogy de lila. Nézze meg, hogy nem lila. Láttam. Jézusom. Szakura csiklója, mint egy 200-as szög. Maga, hogy élne mi életed? Bocsánat, hogy ilyen intim kérdés fölteszek most. Hát... Te ezzel valaki lehet ezzel a pinával. Hát tudja, vannak ilyen játékszereim otthon, ilyen uborka, barás, stb. Azt a vidős kurva eget. Ezért retkes magának a picsája, minek dug bele minden szart. Jó, közben bekenyem, jó? Minek jó, vagy bekenyem? Csak csináljon ott helyet, mert nem lát be. Az biztos. Ezt már rákeszi ki pele. Ja. Jó, bekenyem. És akkor tessen parancsolni. Na jó, azért ne nyögdécseljünk, azért legyen szíves. Hát de tudja milyen jó hűsít? Aha, hűsít, mi? Ha? Bimbod, mert van kemény pát lett págni rajta, te pervers kurva. Jó, föl leszel jelentben, dehogy nem. De azért, mert szexuális ragadozó maga. Vele? Jó, de ezt jelentem a főorvos asszonynak. Bekenytem a pináját. Jó, ha visszaültözök aztán. Hon van a főorvos asszony? Főorvos asszony, merre van? Bocsánat, csak SMS-t kellett. Elnézést, bocsánatot kérek, de itt szeretnék egy szexuális bejelentést tenni, ugyanis a színesbőrű hölgy az szexuális fenyegetés jelentett rám. Így van. Fenyegetés. Így van. Viszontlátásra. Így van. Be akarta, viszlát, köszönjük szépen. Viszontlátásra, doktor nő. Be akarta cumpákolni. Vigyázzon magára. Ó, ugyancsak nem. Dehogy nem. Doktor, nagyon szépen köszönöm, hogy jött és hogy megmentett minket itt. Igazán nincs mit. Ebben kámozva. Ha esetleg bármi egy legközelebbi alkalomnál, hogyha esetleg a... Hát remélem, hogy hamarabb elcsípem a városba. Be tudna jönni a prémiumért? Hát hogyne, de nagy tisztelettel kérnék, hogy én nem igazán a prémiumra vágyom, megmondom őszintén, hanem ezt már négy szem között beszéljük, hogy esetleg hogy áll hozzá maga. Halló? Nem anyagi juttatások. Hát felmentünk az irodába, hogyha szeretne. Hát most sajnos mennem kell, mert mindem kell ezeket a potykosokat tovább kirándulni, mert a jó szívem biztos sírba tetszik tudni. Jó, akkor ezt öltözőbe elkísérem. Segítek jó. Levenni a köpenyét. Nagyon jól jött a segítség, amint látja, még most is káosz van. Bármikor kell, ha de bár... mondom... Én próbálom... Ne nézést, de... Az ott nem aztán ön, ha de. Bocsánat, uraim, mi folyik itt? Rosszul van? Szép, jó napot. Én csak szundikáltam. Jó, de ez nem egy izé, egy anya otthon. Pár anyadat kipele, jó, mindjárt jön. Jó, megyünk tovább padikázni. Bocsánat, jó? Elnézést. Köszönöm szépen. Ádám, köszön 9500-öt. Szóval itt mondottam, hogy nem anyagi prémiumokra vágyok, kis simi-simi, ilyesmi, tudja? Persze, de múltkor, amikor itt volt, akkor több kolléganő megemlékezett, hogy milyen fes fiatalember, viszont az a helyzet, hogy tényleg, mint említettem, kifejezetten érdekel valaki jelenleg. Kezdeti fázisban van, tudja? Még lehet egy kis kóstolgatás jobbra-barra, de nem győzködött. Hát remélem, hogy több is lesz belőle, mint Ádám, köszi 9500-öt, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Akkor köszönöm szépen. Bármi megtörténhet még. Egy kis téli padizás, tetszik tudni? Ja. Téli padizás. Persze, hát hogyne? Az száraz, nem? Figurákat. Az nem száraz, az olyan, olyan, mintha lovat etette. Kezdi csókolom. Juri Bolka. Van ön egy lónak néz engem? Isten őrizkedjék meg attól. Bár én lennék a maga lova. Én szeretnék, ha lovak volna. Hát hogy a faszba, de? Hát, hogyha nem jön össze a fes fiatalember, akit kiszemeltem magamnak a korban. Akkor dobjon egy galambot, mindenképpen. Rendben. Köszönjük szépen, tessék visszatenni. A szekrényét megtartottuk, és mindenki párom vissza attól függetlenül a prémiumért. Legalább itt a rászorulaknak szét tudja osztani, hogyha azt szeretné, vagy el tudnak menni esetleg más programokra is. Nagyon szépen. Akkor jelentkezni fogok, hogy itt a kórház támogatását megigényeljük akkor ezzel kapcsolatosan. Jó, rendben. Tessék csak áttöltözni, ezt nekik kísérem akkor. Nem tudom, hogy kell-e menni.
Igen, farduljak, bocsánat, nem akarok szemtelen lenni. Á, nyugodtan nézhet engem, ez felizgat. Ugyan, ne viccelődjön. Hogy kell, ha ezt rám, fölveszem ezt, hogy a magamot ide nézzem. Lássa ezt a testet. Ez mind csak magára vágyik. Elpirulok, kérem. Nem nézek önre. Csábító, de nem nézek önre. Na, meg is vagyok kezű csókolom akkor. Köszönöm rendben. Szépen a lehetőséget. Tessék jönni erre, legyen kedvenc. De hobbá bejön ide. Kilóg a lólában, hogy ilyen. Komoly iskolai vézettség is kell, hogy ide bejön. Ti a szia, Kárlító, többiek hol vannak? Nem még lopni indult. Kint vannak Palkolóban. Kis kezű csókolom az adatban. Megszomáltak egy picit fajakot. Szerint köszönjük, várom akkor mindenképp a prémium miatt. Vigyázzanak magukra, szép esti. A prémium. Váltak egy picit fajapot, akkor már nem nadon. Szevasz, öreg! Szevasztok, mi a helyzet? Ti a dolgokkal, báti? Szevasz, hello! Szevasztok, testvérek, mi van? Hát, egy kicsit megkuttam a hátam. Vedzettem a kocit nadba, ezt így ne jöbb mellett. Mi a passz van? Bazd meg, Kárlító. Tényleg egy matchbox volt a picsádba. Komolyan? Matchbox volt a picsájába, Kárlító? Micsoda? Ezt mondtam, pont kint betéketünk a jajival, hogy amikor ette kocikával játszottunk, én elfeküdtem a lukáni, ott kejettem a két kocit, hogy vele tudtuk el, nem találtam meg. Mielőtt találkozunk. Hát nem is ez pont a te, hazug te. Akkor mit mondtam? Te dobtad fel magadnak, csak nem merted az öregnek elmondani. Nem, ez nem igaz, a csatokat lepkét toltam föl neked. Ajajajajajaj! Bocsánatot kérek, de itt úgy látom, hogy a Lajos... Valaki hazudik. A Lajos és a Kárlító együtt vannak. A Lajottak annyit két, a Lai, hogy a csatokot tojogatott lepkét dugjam föl egy picit a pupiába, mert hogy szereti a hátjában már picikét. Ez na ez, mondta, ez biztos, ez nem igaz. Hát ez így volt, itt dohámoztunk, mint ezt mondta a Kálító, hogy beledütted a cellába a medzbocot. Édem. Azt szerintetek jó csajozós, de majd benyelnék meleg szari? Akkor most ki az adik, akinek piros a tenyere. Én az első ittem, sose ittem. Az enyém nem az, szóval én nem már tudok. A popátok lesz piros mindjárt sok kamuzástól, mert ott lebasszuk, hogy összeszarjátok magatokat. Hát de tényleg ez volt. Kint dohánoztunk, azt azt mondta a Báti, Kálikó, mikor hadudtam én neked? Tudta hadudtam neked, Báti. Ugye, Kárlító, mondd el azt, hogy légy szíves az elejéről. Igen? Ott én elmondom, elkezdtünk kotikával játszani. Mondtam be, hogy én tutukálni tehetnék, már álmot vadom. Lefeküdtem titikálni, és utána mondom, jaj, attól kiti kotikámat, nem találom a kiti kotikámat. Kértem, jaj, hogy hol a kotikám? De azt mondta, hogy ő nem tudta. Lefeküdtem tutikálni, és így keltem föl, és akkor nagyon-nagyon fájt a hatam. De eljöttem el, hogy mondta, hogy a tojogatott lepkét tehetni, hogy egy picit bedugnám a popiába, mert hogy a fütim túl nagy neki, itt hogy a lepkét, tojogatott lepkének a táját, akkor egy picit oda dugjam be, ahol éjjöntőjek. Ez nagyon jó hangzik. Így van, ez így igaz, ahogy mondom. És teszem a kartad volna? Mármint bedugni a segébe? Igen. Hát most, hogyha tehetnéd, én bajátom nekem, hogy én bedugom a tegébe, ha te tehetné. Lajos, mi a hozzáfűzni való ehhez az egész szexuális viselkedéshez? Hát, ez egy kitalált történet, öreg. Mert úgy történt, hogy én valóban játszottam egy kis autóval. Most meg már játottál? Előbb még nem itt játottál. Hadug ditnó vagy. Lajos, nem vagy a bajátom. Te egy mocskos hazug szemétláda vagy. Nem. Egy szemét szaralap vagy. Világos. Kivakajtajak a getiből? Én nagyon szépen kösz a két a getiből, vagy nem? Itt Ed a hája? Valakinek csörög a telefonja. Nem. Jöttek? Szia, hello. Nem az ennyi. Na puszoljunk a geszibe akkor. Ja, menjünk haza a rákba. Jó, Joker, tudunk beszélni előtte egy pár szót? Aha. Csomi tartó, pattogatok be addig. Na, akkor mindent. Légy szíves. Gyere, he. Jó, a rendelés alatt történt egy esemény, ami azt gondolom, hogy több esemény is. Nem voltam itt, mert intéztem a dolgokat, képzeld el. Figyelj ide, bejött a Lajos anyja, viszkető picsával. Az hír? És levetettem a nadrágját, nem minden, és lepatóztam. Rajta van, hogy terpeszt a pinájával a képen.
Kompromitáló képeket az interneten föl. Így van, nagy gombás picsa. Hatalmas gombák vannak rajta, bassz meg. Milyen lejárató lesz ez neki. Lehet ezt majd elküldöm neked. Illetve bejött kézeden a Károlytó apja. Az apja? Behozták gyógytornára. Bassz meg, akkor szarba vagyunk. Nem, de beadtam neki egy kis altatót. Véletlen túl sokat. Leállt a szíve. Leszedálltad? Leállt a szíve, bassz meg. Meghalt? Sajnos nem újraélesztett ez a nagy csücsök urban. Bassz meg, azt hittem meghalt. Rákegyek a gyomrát. De kár. Hát. Akkor most mi lesz vele, hallod? Most az a probléma, hogy te gyilkossági kísérlet is benne lesz a pakliba, az már neked dupla hív, hallod? Mi lesz? Most vagy fiatal egyszer. Miről beszélsz? Hát holnapra kihugyozza azt a szart, ha életben marad. Ha életben marad, de utána feljelentenek, érted? Na, doktor Lombot kiderülhet amúgy. Be. Az meg ja, nem az létezik. Igaz. Szóval, takarodjunk. Az jogos, de figyelj csak, azért igen. Szerintem csak be kéne majd nézni akkor ezek szerint, ha már ezt elkövetted, és megsemmisíteni az összes olyan papírt, ami arra fog utalni, hogy gyilkossági kísérlet áldozata. Figyelj, érted, semmi öreg? Papír nem volt, hát milyen papír? Csak nem úgy, hát a vizsgálat ki fogja mutatni. Nagycsöcsük kurva, látta egyedül. De te azzal nem jóba vagy, he? Hát, baszik, de. Meg fogom akkor baszni őt. De úgy kéne, hogy a Barbara előtt történjen ez. Hol a Barbara? Hát ő nem. Én is kerestem, de nem rendel ma. Akkor jó, Ben. Kiszopja a paszt. Az is megezik. Akkor úgy kell megcsinálni, hogy majd összehozzuk ezt neked, jó? Írjál már rám egy SMS-t. Írok. Hagy nézzem. Ja, aha. Rapot. Már elküldöm neked. Tessék. Néde, milyen pocsó? Nem úti? Ott van a nagy pinája neki, undorgyító. Látod azt? Új, de gusztustalan egy állat ez amúgy. Azt a kurva. Hát ez komolyan, mint egy döglött macska. Lajos, anyád pinájáról kérsz egy képet? Micsoda? Van ahol a kép? Hát nem, csak kérdezem, hogy ha kérnél, hát, ha lenne. Nem. Fúj. Nagyon undorító. Viszlát. Nem. Miért nem? Miért vagy ilyen pinnyás? Hát én más lányoknak a kunciát akarom nézni. Mi van a izéd, de? A maja gonda. Hát most nem beszéltünk tegnap óta. Hát csak jelzem, hogy kicsit azért, mert más... hiányolom. Hát igen, mert más... Biztos más kurogatja! Így van. És erre bizonyíték is van. Más bassza. Ez mit szólsz, Lali, ha? Micsoda? De már megint nem hiszem el én, hogy mindig engem megcsalnak, érted? Tudod ki bassza őtet? Ki? Giulio. Már megél, nem igaz? Giulio bassza. Két éve kúrja a hölgyet. Lajos, gyere már. Ugye egy csak öreg, emlékszel, Lali, a kurva anyádat miattad, szarva van az öreg is, sartozol neki kocsival, meg felgyújtottad. Itt van a dutubáti. Szevasz, Biboldo, mi a helyzet? Miattad felgyújtottad az öreg kocsiját. Na mi a pénisz van? Figyelj már. Jó, ez a kanapé. Igen, de ezt ki lehet bérelni, és pont $1 millió percenként. Mióta viszik? Már ugrok is föl róla. Hát már késő, minden megkezdett, perc egy egésznek számít. Mi a akkor levonhatjátok a 4,5 millió tartozásból. Jó, itt esetleg a portékából veszel valamit, szerencsehozó karkötő, karlánc, anyunak, apudak, nézd a... Nem akarsz venni? Tetszetős, de nem, köszi. Lalival beszéltél egyébként? Hát most nem, hogy mert... milyen dolgok történtek, vagy beszéljen meg vele én? Beszéljed meg vele, beszéljön. Nyugodtan, nyugodtan. Lajoska, gyere csak ide. Ne fütyűrészél, gyere csak vissza. Ja, sziasztok. Így van. Nagyon szép. A belede. Egy sportesemény. Mi nem felejtettél el valamit, passzok, kukám? Mit felejtettem el? Erre rá kell gyújtani. Üssed még, Jusszuf, hát nem látod, ne, hogy még mi? Kérlek, ne. Nem emlékezik? Emlékeztető. Hát igen, ilyen ez, ilyen. Várjál, Ali, van itt valami. Mi, micsoda? A ráka beledet. Így van. A ráka beledet, Lajos. Ajaj, még tartozik neki? Hogyne? Nem lát. Meg sajnos az öreg is per kezes lett benne, tudod? Hát én nem vagyok kezes. Ó, de még ott vannak a mátok. Jajaj. De
Figyelj már ide, Steven Seagal. Ide? Hogy legyek veled őszinte? Ledél, ez a sapka nagyon szó. Na, öreg, már a házat akarja, ne gyújtogasd a házat! Mi az itt? Mi, miről beszélsz, figyelj már ide, Jusszuk! De csak ne gyújtogassál, mert leszakítom a májadat, jó? Akkor hozzátok a lóvét, mert most már kezd fogyni a türelmet. Figyelj csak, a mozi gyerektől kérjed, ő tartozik neked, nem? Hát akkor megöltüssed. Holnapra itt legyen a lóvé, vagy szétbaszom a fejed most már. Kezd elegem lenni belőled. Jó, esküszöm, hogy holnapra meg lesz. Tényleg. De hogy tudnám ezt összeszedni szerinted? Most valaki donételt. Tomzsia, köszi szépen a hat dudút. Ami kriptodonáció! Nagyon szépen köszi. Kipróbálhatom ezt autót? Nem állítom, hogy ugye vagy elkapod a betegséget tőle? Jogok eladunk. Menjetek el, a szabójatok valamit, bazd meg. Hát ne nekem kelljen már ötletet adni. Vigyázzál, de most halljuk, hogy bánta? Halljuk, hogy bánta a Jajit? Persze. Oké. Miért? Te nem magnád? Hát, akkor ti. Van is ötletem rá, jó? Tudod mit? Küldök neked infót majd. Ezt tudjuk mondani, hogy irgumbulgó. Hogyan lehetne a kest összesepregetni, jó? Irgumbulgó. Meg a macska rúgja meg. Meg a matka júgja meg. Dolgot, és akkor hozhatod a lóvét. De holnapra itt legyen, bassz meg, mert... Ja, köcsög gyerek, itt legyen holnapra. De hogyha én szeretlek, akkor meg kell adnom a pénzt. Ez most izé, nem ilyen szeretlek kérdés, itt most nincsen pici-pacsi. Egy kis szobás, hogy valami benne ne, van. Ne, itt most pénzről beszélünk. De nincs egy olyan haverod, aki fizetne egy kis buziskodásé. Miért nem adod oda a Lali? Érted. Mondjuk én tudok egy embert. Hát akkor... Ott... Kicsoda? Joker? Joker Báti. Joker, ez igaz? Mi? Joker Báti, te beleg vagy! Nem igaz, még normálisak vagytok, én megbasztam az anyátokat mindegyik őtöknek, úgyhogy nem. Na jó, hagyom, hogy ezt megbeszéljétek, jó? Holnapra itt legyen lóvé vagy. Ide figyelj, ide jössz, hogy szítod a tüzet. Takarodjál el, innen még szépen vagyok. Pofádat befogod. Szobd le magad, Jusszuk! Én tudom, Lali, hogy most kussolsz, jó? Tényleg fogd be a popádat, takarodjál innen. De támadt egy ötletem. Lali, most kussolsz, jó? Jó. Mi vad ilyen buta, Jai? Kösz szépen, Tomzia, még egyszer. 6770-en vagyunk, ez igaz? Az meg igaz, jól mutatja itt a műszerek. Na jó van, bazd meg, megyek, ledöglök a rákba. Jó? Majd küldeni fog a Jusszuf nekem információt, és ő lehet, hogy... Ki a passzomat érdekel? Szükségem lenne a segítségetekre. Jó, Rali, hát 4 millió, az 4 millióra segítettek. Elfogyott. Okay. Nincs segítség már, Lajcsika. Oké. Okay. Szia. Oké, okay, de 4 millió. Jaj, de jó. Mit csinálnak ezek itten? Szevasszok, mi a helyzet, gyerekek? Halló. Jaj, mi a baj? Miért ültök így, mint hogyha viszi a hát azt mondtad, Rokkal, hogy így kell üljünk. De miért mi a baj? Hát, mindegy. Hát nem, mondjátok már nele. Vannak női. Rutin tudod? Női vizsgálat. Mi történt? Szellőztetitek az óceánt, hogy mi van veletek? Azt ennyi. Nadom, milyen döglött maszkai ilyet van. Hát te vagy a büdös, miért nyitottad ki a szádat? A kúvanádat. Kálító, döglött maszka, az lehetne minden jön, mert a hűtőben van egy kis spellket. Jó, na hát abból sérnék. Meg az orvos tavalyiból szedtünk ki hamarosan egy sövényvágót is be kell szerezni. Most megyek szúnyogkálni, légy szíves, mire pőkelek, pusztuljatok el így. De megújjazott, téged megújjazott a doktora? Hát... Figyelj öreg, itt alvás előtt az a legfontosabb dolgot ne felejtsük el, ezt a cégét ezt el kell szívni. Élvezte is a doktor úr. Gondolom, pont rád bágyuk, hogy doktor úr, nézzél már magadra, te konyha malac. Hát, most azért, mert te így látsz, más szépnek lát. Mert bizsergettel a doktor, picsát. És hát a doktor úr szépnek látott. Hát szépen lát, az nem lát. Az vak. Hát mondjuk jó, ebben van téged nem kérdezett senki. De most az igazat beszéli, hát érted, gyerek, őszinte. Tedd már őt a lábadat, mert olyan büdött a puntidod, nem igaz. István, kösz szépen. Felintó, hallgassál már. Nagyon szépen kösz, a 13 dodó volt. De meg ne beszéljen, mert olyan büdös a szád, mint a szeggem lyukka. Laci, kösz a 294-et. Mondd neki Kálító. Mi szoktad szagolni a saját seggedet, elég gáz vagy. Na jól, szevasszok gyerekeim. Hello. A anglit állatorvoshoz vittétek? Szevasz a legló éjszakát. Téged is vittek valahova a cirkuszba.
Öleg. Jó, így már mindjárt feltörülöm meg a padlót. Ölegecske. Azt mondjátok már meg, hogy itt a hellemen az Emeus. Az én hellem. Hát rá van írva a neved? Az ő hele. Jó, te ide leállok.